Köszöntöm Önöket, Megyeri Nikoletta vagyok, Önök a Kispest TV műsorát látják. Híradónkban beszámolunk a kerületben történt aktualitásokról, valamint a koronavírussal kapcsolatos legfrissebb információkról, majd magazin műsorunk következik. Ügyeletet tartanak a kispesti óvodák, miután a kormány úgy döntött, hogy a koronavírus járvány terjedése miatt április 7-éig bezárják az óvodákat és az általános iskolákat. A Kispesti Egészségügyi Intézetben újabb korlátozásokat vezettek be a pandémia miatt. A részleteket és a koronavírussal kapcsolatos egyéb információkat a most következő összefoglalónkban láthatják. A koronavírus drasztikus terjedésének megakadályozása érdekében a kormány arról határozott, hogy április 7-éig bezárják az óvodákat és az általános iskolákat. Utóbbiakban digitális oktatásra kell átállni. A középiskolákban, valamint a főiskolákon és az egyetemeken továbbra is marad az online oktatás. Döntöttek arról is, hogy az üzletek március 8-ától március 22-éig nem nyithatnak ki, kivéve az élelmiszer és kertészeti boltok, a patikák, a drogériák, a benzinkutak, a bankfiókok és dohányboltok. Március 8-ától két hétig minden szolgáltatásnak is szünetelnie kell, kivéve a magánegészségügyi szolgáltatásokat. Elrendelték azt is, hogy közterületeken mindenhol kötelező szájmaszkot viselni, szabad téren is. A korábban hozott intézkedések továbbra is érvényben vannak, vagyis este 8 és reggel 5 óra között továbbra is kijárási korlátozás van. Csak kivételes esetben, például munkavégzés vagy egészségügyi veszélyhelyzet miatt lehet elmenni otthonról. A kutyákat este 8 után is le lehet vinni sétálni, de csak a lakás 500 méteres körzetében. Hogy mindenki hazaérjen este 8 órára, a nyitvatartó üzleteknek 19 órakor be kell zárniuk. Tilos mindenféle gyülekezés, ezért rendezvényeket nem lehet tartani, a magánprogramokon is csak maximum 10-en vehetnek részt. Esküvőket lehet tartani minimális létszámmal, de lakodalmakat nem. A temetéseken legfeljebb 50 fő vehet részt, továbbra is zárva maradnak a szabadidős intézmények is. Az igazolt sportolók meccsei és edzései zárt kapuk mögött tarthatók csak meg. Szabadtéren a sportolás a 1,5 méteres távolság megtartása mellett megengedett, az amatőr csapatsport azonban tilos. A kormányrendeletre tekintettel az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet időtartama alatt a kispesti óvodák ügyeletet tartanak. Az óvodákban a szülő vagy törvényes képviselő kérelmére az intézményvezető gondoskodik a gyermekek napközbeni felügyeletének megszervezéséről. Az óvodai étkezés a szokásos rendszerben működik. A kispesti operatív törzs ugyanakkor arra kéri a szülőket, hogy a gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben, különösen munkavégzés vagy a védekezésben való részvétel esetén vegyék igénybe. Egyelőre nincs ügyelet a fertőzéssel érintett intézményekben, így az Arany óvodában, a Tarka Barka óvoda Zoltán utcai telephelyén és a Százszor Szép óvodában. A digitális oktatás ideje alatt is lehet ebédet rendelni az iskoláknak. A Kispesti Operatív Törzs és a Gazdasági Ellátó Szervezet arról tájékoztatott, hogy az ételt megrendelni és kifizetni most csak elektronikusan lehet. Ennek részleteit megtalálják a kispest.hu weboldalon. Az elvitelre csomagolt egyszeri, illetve háromszori étkezést két központi helyen lehet átvenni. Az Erkel iskola konyhájára szállítják ki, az Erkel iskola, a Pannónia iskola, a Kós iskola, a Puskás iskola és a Deák gimnázium diákjainak megrendelt ételadagokat. Az Ötvös iskola konyhájára viszik az Ötvös iskolába, a Vas iskolába és a Móra egymiben megrendelt ételadagokat. A Bolyai iskolába és a Gábor iskola mindkét tagintézményébe külön szállítják ki az ételt. Minden helyszínen 11 óra és 11 óra 30 között osztják ki a csomagokat. A kormányrendeletnek megfelelve november 11-től átmenetileg bezárt a Kálmó Művelődési Központ, illetve valamennyi tagintézménye. A meghirdetett programok elmaradnak, a szolgáltatások szünetelnek. A rendezvények esetleges pótlásáról, a megvásárolt belépőkről, a befizetett tanfolyami díjakról, illetve az online programokról a honlapon folyamatosan tájékoztatnak. A kormányrendelet visszavonásáig bezárt a Bekerlei Kultúrház és Könyvtár is. A dolgozók ügyeletet tartanak, így telefonon vagy e-mailen fel lehet venni velük a kapcsolatot. Erről és az aktualitásokról a weblapukon tájékoztatnak. Nem fogad olvasókat a fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Üllői úti tagintézménye sem. November 11-től bezárt a kispesti úszoda is. A lakossági bérleteket az újranyitás után meghosszabbítják majd a bezárás időtartamával, valamint pótolják majd az elmaradt tanfolyami órákat is.
A kormány elrendelte azt is, hogy éjszaka ingyenessé kell tenni a kereskedelmi parkolókat, vagyis az egyébként fizetős parkolóházakat, mélygarázsokat, a bevásárlóközpontok parkolóit este 7 és reggel 7 óra között ingyen használhatják az autósok. A főpolgármesteri hivatal pedig úgy döntött, hogy az éves parkolási engedélyek Budapesten a járványhelyzetre való tekintettel a jövő év januárja helyett március végéig lesznek érvényben. A veszélyhelyzetben a nagyvárosokban sűrítették a járatokat a tömegközlekedésben. Az egészségügyi dolgozók, valamint a koronavírus járvány elleni védekezésben résztvevő orvos és egészségtudományi hallgatók, szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi intézményben dolgozók, közszolgálati tisztviselők, honvédelmi és rendvédelmi dolgozók ingyen használhatják a tömegközlekedést. A vakcinainfo.gov.hu weboldalon lehet regisztrálni a koronavírus elleni oltásra. A 60 évesnél idősebb nyugdíjasok postán is megkapták az íveket, amelyeket kitöltve ingyenesen vissza is küldhetnek. A védőoltás önkéntes és ingyenes, és nem a regisztráció sorrendjében történik a beadása, hanem az oltási terv szerint. A Kispesti Egészségügyi Intézet főigazgatója mindenkinek ajánlja, hogy oltassa be magát, mert, mint mondta, a vakcina szervikárosodást nem okozva hosszabb távú védettséget jelent a koronavírus fertőzéssel szemben. Nagyon szeretném kérni egyébként a lakosságot, hogy valóságosan szánják rá magukat a lehetőség szerinti oltásoknak az igénybevételére, mert az a cél, hogy mégis megfékezzük ezt a vírust, a vírusnak a terjedését. Úgy is tudjuk, hogy itt kopogtat a különböző variáns, új típusú variánsoknak a megjelenés, ami tovább nehezítő tényező. Ez is oka, és hogy a nyáj immunitás nagyon sokára fog megvalósulni még. Az is oka annak, hogy oltást követően is kérem, hogy viseljék továbbra is a maszkot, és tartsák be a védő, összes védő szabályt, amit már itt mindenki nagyon jól tud. A koronavírus terjedése miatt korlátozásokat vezettek be a Kispesti Egészségügyi Intézetben. Egyelőre szünetel a tüdőszűrés, kivételt képez a munkába álláshoz szükséges vizsgálat, például az élelmiszeripari dolgozóké. Ők a foglalkozás egészségügyi orvos beutalójával a rendelési idő első órájában mehetnek szűrésre. Szünetel a légzés funkciós vizsgálat is. Orvoshiány miatt a gyermekszemészet sem üzemel. Felfüggesztették a csoportos tornát. Masszást pedig csak az vehet igénybe, aki igazoltan átesett a fertőzésen, vagy már kapott oltást, illetve negatív vírustesztel rendelkezik. Ugyancsak negatív vírustesztel vehető igénybe a gasztroenterológia szolgáltatása. A szakrendelések rendelési idejét már korábban korlátozták. A módosított rendelési időről az intézet honlapján a folyamatosan frissülő heti szakrendelések oldalon lehet tájékozódni. Az egészségügyi intézetben továbbra is előzetesen időpontot kell foglalni a vizsgálatokra. Ezt a betegek megtehetik az intézet központi telefonszámain, vagy az adott szakrendelés honlapon megjelölt telefonszámán. De működik az újonnan elindult webes előjegyzés is. A szakrendelésekre előzetes regisztráció után az előjegyzés.euint.kispest.hu honlapon lehet időpontot foglalni. November 4-től a kispesti polgármester hivatalban az anyakönyvi ügyek kivételével megszűnt a személyes ügyintézés. Ezzel életbe lépett a harmadik védekezési szint. Gajda Péter polgármester és a jegyző a kispestiek és a hivatal dolgozóinak biztonsága érdekében döntött így. Hivatalos ügyeket az anyakönyvi ügyek kivételével kizárólag telefonon vagy elektronikus úton lehet intézni. Telefonos ügyintézésre hétfőn, szerdán és pénteken ügyfélfogadási időben van mód. Az elérhetőségeket a kispest.hu weboldalon az ügyintézés menüpont alatt az ügyfélfogadási rendnél lehet megtalálni. Március 8-ától 22-ig szünetelnek a segítőkész kispesti gondozó szolgálat nappali ellátást nyújtó egységei, nem üzemelnek a nyugdíjas klubok és a fogyatékos embereket ellátó egységek. Az étkezés továbbra is csak házhozszállítással vehető igénybe. Ezt telefonon vagy e-mailben lehet megrendelni. Bővebb információt a kispest.hu weboldalon találnak. Gajda Péter polgármester, a kispesti operatív törzs vezetője már szeptemberben szigorításokat rendelt el az önkormányzat fenntartásában lévő zöldi jófa gondozóházban és nyugdíjas házban a járvány terjedésének megakadályozásáért. Így a gondozóházba csak egy bejáraton lehet belépni, és csak testhőmérsékletmérés után kötelező a szájmaszk és a kézfertőtlenítés, a bejáratnál fertőtlenítik a cipőket is. A gondozóházban látogatási és kijárási tilalmat rendeltek el.
Látogatást kizárólag az intézményvezető engedélyezhet, vele egyeztetett időpontban és módon. A nyugdíjasházban vendégeket fogadni csak az udvaron lehet, valamint a saját szobában, de csak maximum két embert. A koronavírus járványról, az országos intézkedésekről, a megelőzésről, az ajánlásokról bővebb információkat olvashatnak a koronavírus.gov.hu weboldalon. A koronavírusról részletes tájékoztató anyagok érhetőek el az önkormányzat honlapján a kispest.hu-n és a város Facebook oldalán a Kispest városon is. Az országos oltási tervnek megfelelően zajlik Kispesten is a koronavírus elleni vakcinák beadása. Oltanak a házi orvosok, a Kispesti Egészségügyi Intézet pedig oltópont lett. A szakemberek mindenkinek azt ajánlják, hogy regisztráljon védőoltásért, főleg most, miután a harmadik hullám felszálló ága zajlik, és a számok arra utalnak, hogy a most uralkodó brit vírusvariáns lényegesen fertőzőbb, mint elődje. Folyamatosan zajlik a koronavírus elleni oltások beadása. Hazánkban már több mint 1 millió ember kapta meg valamely oltóanyag legalább első dózisát. Arról van információm, tehát nyilván az, hogy össz Kispest szám, az az operatív törzsnek a birtokában van, hogy milyen a fertőzöttség, vagy milyen az átfertőződés a COVID szempontjából, vagy esetleg a halálozás, amit nem szeretnénk nyilván elérni, vagy minél jobban visszaszorítani. Az információ egyes házi orvosoknál onnan van, hogy a saját praxisát tekinti, illetve az oltó központtól kapott információk alapján az oltási stratégiának szerves része a házi orvos. Nagyon sok kérdés jön a betegektől, a praxisban lévő betegektől azzal kapcsolatban, hogy akkor én most minden áron intézzük, hogy ő azonnal akar kapni, mert mit tudom én, a veje éppen, vagy várja a felesége a gyereket, és akkor neki jár, meg ő ilyen értékes, meg olyan szakmája van, meg amolyan. Sajnos nem tudunk, és nem szabad, és nem is lehet tehát az oltóközponttól kapott stratégiát semmilyen módon megváltoztatni. Tehát kapunk egy olyan listát, hogy most akkor lehet mondjuk 680 regisztráltat kapunk, aki a praxisnak a regisztrált betege, születés, nem is a regisztrációnak az ideje, semmit nem számít gyakorlatilag, csak hogy mikor kerül fel a listára az illető, de onnantól már nincsen megkülönböztetve. Tehát gyakorlatilag a születési idő alapján kapjuk meg ezt a sort, és ki van adva, hogy most akkor küldünk, mondok egy példát, egy ampulla asztrás oldást, ami ugye 10 főnek, 10 fő számára elegendő, és a 80 felettieket kell oltani, mondjuk 3-tól 14-ig bezárólag. És akkor itt a lista. És akkor az ember elkezdi, hogy első beteg, ja, és nem szabad priorizálni, nem szabad változtatni a sorrenden, ez is végig le van írva. És utána az ember elkezdi, bemegy a lapjába, a törzskarton, megnézi, hogy milyen betegsége van, van-e kontraindikáció, akkor ő alkalmas-e rá, és fölhívja telefonon. És aztán végül összeáll nagyon sok idő múlva és szervezés árán az a lista, az a 10 fő, akit egy időpontba kell odahívni, hiszen egy ampullát szívunk 10 fele. És az ottani vizsgálat dönti el, hogy akkor valóban nincs akut betegsége, vagy, tehát hogy vagy megoldható-e az oltása annak a bizonyos betegnek. Ez így működik. Kispesten 32 praxisban gondoskodnak a betegek gyógyításáról, ellátásáról. Az oltandókat a házi orvosuk értesíti és egyeztet velük a pontos időpontról és helyszínről. Az oltások ütemét a rendelkezésre álló vakcina határozza meg. A Sinopharm, ez a úgynevezett kínai vakcinánál fordult az elő, hogy nagyobb mennyiségben kaphattunk oltást, tehát, és nagyon rövid idő alatt kellett az oltásokat végrehajtani. Akkor gyakorlatilag egy 20-25 embert megpróbáltunk úgy behívni, vagy 30-at is akár, hogy időpontokra, egy órába 10 ember, következő órába 10 ember, hogy be lehessen tartani azokat a szabályokat, amit ugye egy ilyen fertőzés veszélyes helyzetben meg kell tenni, tehát távol ültek egymástól az emberek, gyakorlatilag időpontra jöttek, azonnal tudtak szólni, hogy akkor negyed óra, meg fél óra múlva is, hogy van-e valami problémájuk, lehetett kontaktusba kerülni a beteggel akkor is, hogyha gond, tehát teljesen jól működik így, én azt gondolom. Azt nem szabad elvárni, mert itt ugye egészséges állapotban levő idézőjelben, tehát panaszmentes betegeket lehet csak oltani, tehát nem covidosokat, nem fertőzötteket, mert azokat nem lehet oltani.
Azt nem lehet elvárni gyakorlatilag, hogy a rendelő egy, mert ilyen hang is volt, hogy a rendelő egyik végébe egy beteg üljön, a másik végébe meg egy másik beteg, mert akkor gyakorlatilag az megoldhatatlan, tehát nincs rá kapacitásunk. De így zökkenőmentesen megoldható és megszervezhető ez az egész oltás. Legalábbis az én tapasztalatom ilyen, hogy a kollégáimmal nagyon jól meg tudjuk ezt oldani. Aki 6 hónapon belül már megfertőződött és meg is gyógyult a koronavírusból, az a fertőzésen átesetnek minősül. Az ő szervezetük nagy valószínűséggel ellenanyagokat termel a vírus ellen, amely jelen tudásunk szerint fél évig folyamatosan csökkenő védettséget ad az újabb fertőzéssel szemben. Aki most megfertőződött a közelmúltban, az mondjuk egy 6 hónap, 3 hónap, annak ugye antitestjei vannak, mert az az antigén, a koronavírus képeztetett antitesteket az ő szervezetében, tehát ellenanyagot. Tehát ezt úgy kell kezelni, mintha ő kapott volna valamilyen oltást. Az, hogy az az oltás, amit mondjuk tegyük félre a megbetegedett embereket, hanem az az oltás, amit mondjuk kapunk olyanok, akik nem fertőződtek meg, milyen, meddig tart annak a hatása, az még mindig vizsgálat alatt van nyilvánvalóan. Tehát igazából én azt mondanám, hogy az igazán valid és igazán korrekt az az lenne, csak ez nem megoldható tömegesen nyilván, hogyha mindenkinél néznének antitest szintet. És azt mondanák, hogy oké, akkor ő neki még van elég, akkor később soroljuk majd be, és meg később fogjuk oltani. Nyilván ez nem megoldható tömegével, ezért kell egy olyan stratégiát erre kitalálni, hogy akkor mit csináljunk akkor, hogyha valaki megfertőződött, és ez a 6 hónap. Tehát 6 hónap múlva már ugyanúgy oltható, pontosan azért, mert valószínűleg, nagy valószínűség szerint neki az antitest szintje, az ellenanyag szintje az már akkor közelít ahhoz, mint aki nem kapta meg még a fertőzést. Az, hogy mi történik azzal az emberrel, aki megkapta a fertőzést, és utána mi történik vele, az is ugye sok utas lehet, tehát többféle lehetőség van, illetve többféle életút ezzel kapcsolatban. Erre elég hamar kitaláltak különböző protokollokat az alapellátásban is, hát nyilván a kórházi kezelőellátásban is ott egyértelműen, de az alapellátásban is, és a tüdőgyógyászatokon is. Tehát külön protokoll, a COVID utánkövetést, azt egy külön protokoll szabályozza, amin végig kell mennünk akkor, hogyha például a házi orvos a tüdőgyógyásznak beutalja a beteget, hogy ő COVID utánkövetésre szeretné, mert COVID-os volt a betege. Ha nem került kórházba, ezt akkor is meg kell csinálni. Azért, mert érdekes dolog, hogy ugye a COVID-nál elég nagy veszély akkor, hogyha túlesett rajta az ember, és megmaradt, és életben maradt, és ő jött ki győztesen a harcból, hogy ott van egy olyan pont, hogy esetleg kialakulhat valamiféle fibrózis, ugye a COVID tüdőgyulladást okozhat, kétoldali tüdőgyulladást általában, és az fibrózissá, mert hogy kötőszövetessé alakul át a tüdőszövet. Azt leírták mostanában, hogy azért is érdemes utánkövetni, mert az derült ki, hogyha ilyen nem volt a kezelése során, amikor aktívan zajlott a COVID-fertőzés és maga a betegség, akkor is 60-80 nap múlva egy nulláról, idézőjelben nulláról előfordulhat, hogy fibrózis lesz. Tehát emiatt fontos, hogy például a tüdőgyógyász lássa 1-3 és 6 hónap múlva a röntgenjét legalább a betegnek, elég röntgennel után követni, és ha kérdés van, akkor nyilván CT-re is utalhatja a beteget. Sok szervi érintettség lehet a fertőzés után, tette hozzá a házi orvos. Van, hogy egy-egy szövődmény nagyon elhúzódó. Fontos tehát folyamatosan figyelni a testváltozásait. A védőoltás fontosságára hívja fel a figyelmet Gajda Péter polgármester is. A kispesti operatív törzs vezetőjeként is azt mondta, fontosnak tartja, hogy minél többen oltassák be magukat, mert így kevesebb lehet a súlyos tünetekkel kórházba kerülő beteg, és előbb-utóbb megállítható lesz a vírus. Gajda Péter beszélt arról is, hogy a kieső adóbevételek miatt a városvezetés még mindig várja a kompenzációt a kormánytól, mert a legutóbbi egyeztetésen mégsem volt szó erről. Kispest vészköltségvetésében mínusz 2,7 milliárd forinttal indul az idei évnek. A fővárosi önkormányzat és Kispest önkormányzata is minden lehetséges fórumon a koronavírus elleni oltás szükségességére hívja fel az emberek figyelmét. Egyetértek azokkal a szakemberekkel, akik azt mondják, hogy minden oltás jobb, mint a nem oltakozás. Úgyhogy én is arra biztatok mindenkit, hogy ha regisztrált, regisztráljon, mert csak így kaphat oltást, és a regisztráció után, ha kap értesítést, akkor menjen el és oltassa be magát, így lehetünk leghamarabb túl
ezen a borzasztó járványon, és így kaphatjuk vissza reményeink szerint minél hamarabb azt a normális életet, amit a pandémia időszak előtt megszokhattunk. Úgyhogy mindenkit arra buzdítok, hogyha a házi orvosa értesíti arról, hogy megkaphatja az oltást, akkor nehezitáljon minden olyan oltóanyaggal, amelyet a magyar hatóságok engedélyeztek, azzal oltsa be magát. Erről szól tulajdonképpen, vagy majdnem erről szól az a kampány, amit a Fővárosi Önkormányzattal közösen indítottunk, és amelyet néhány önkormányzat által kezelt hirdetési felületen láthatnak már a kispestiek, hogy aki teheti, az oltsa be magát annak érdekében, hogy minél hamarabb túl legyünk a veszélyhelyzeten, és újra normális életet élhessünk. A veszélyhelyzeti jogszabályoknak megfelelően a képviselőtestület helyett Gajda Péter polgármester hozott határozatokat és döntéseket a legutóbbi online ülésen. Néhány rendeletet módosított a kispesti önkormányzat, óvodavezetői pályázatot írtunk, készítettünk elő, óvodai körzethatárt módosítottunk, hiszen az egyik óvodánk az német nemzetiségi csoportot indít, tehát itt az egész kerület lett tulajdonképpen a körzet ebben az esetben, tehát aki német nemzetiségi nyelven, németül szeretne tanulni, és német nemzetiségű, az akkor ebbe az óvodába bárhonnan jelentkezhet Kispestről. A szociális rendeletünket módosítottuk, meghosszabbítottuk a baptista szeretett szolgálata népkonyhai szolgáltatásunkat, amelyet a forrásházba lehet igénybe bevenni napi egyszeri étkezésre, úgyhogy ilyen döntéseket hoztunk meg az elmúlt héten. Kispest idén 2,7 milliárd forinttal kevesebből gazdálkodik az előző évekhez képest. Ezt a komoly bevételkiesést csak úgy tudja a város elviselni, hogy jelentősen visszavesznek a korábbi alapszolgáltatásokból. Nagyon régóta vártuk, hogy azt a kompenzációt, vagy arról a kompenzációról, amit már régóta megígért a kormányzat, hiszen más települések, hasonló települések, mint Kispest már tavaly év végén kaptak a koronavírus válság miatt kiesett bevételeik miatt a kormányzattól kompenzációt. Volt olyan település, amely hasonló méretű, mint Kispest, és gyorsan működésre kaptak évvégén 1,3 milliárd forintot, tehát joggal várta a fővárosi önkormányzat és a fővárosi kerületek is, hogy valamilyen hasonló nagyságrendű segítséget, támogatást kap a kormányzattól az önkormányzat, és itt ugye nem arról van szó, hogy ezt a pénzt az önkormányzat kapja, hanem azokra a feladatokra kapja a pénzt az önkormányzat, vagy kaphatja, amelyek az itt élők életét segítik, akár a közterületi rend, közterületi tisztaság, akár az önkormányzati intézmények, óvodák, bölcsődék működésével kapcsolatban. Ez az egyeztetés lezajlott, itt minden önkormányzat, minden kerület vezetője részt vehetett, fővárosi kerület vezetője kapott erre meghívást, illetve főpolgármester úr. Hát tulajdonképpen talán egy fontos ígéret hangzott el, az, hogy minden önkormányzattal egyenként is leülnek majd tárgyalni, és keresi a kapcsolatot a kormányzat a kerületi önkormányzatokkal. A múlt héten kaptuk ígéretet, hogy ezen a héten ez a megkeresés majd megérkezik, és ebben az esetben részletesen is áttárgyalhatjuk, hogy például Kispest esetében azt a 2,7 milliárd forintos kiesést, amely a tavalyi évhez képest érte a kerületet, azt miként tudja majd kompenzálni a kormányzat, és ugye ezt a kiesést nem az önkormányzat hibájából, és talán még csak nem is a koronavírus válság miatt kellett elszenvednünk, hanem azért, mert ezeknek az összegnek a nagy részét elvonta a kormányzat. Úgyhogy várjuk azt, hogy megkeressen bennünket a kormányzat. Egyébként ezt egy jó lépésnek tartjuk, hogy mindenkivel egyenként nézzük végig, hogy milyen feladataink vannak, hiszen minden önkormányzat más és más anyagi helyzetben van, más a bevétel és a kiadási szükséglete, illetve a lehetősége, de ezen kívül még csupán annyi hangzott el, hogy főleg fejlesztéseket szeretnének támogatni, ami jelen esetben nálunk azért okozhat problémát, mert hogy erre az évben semmilyen fejlesztést nem tudtunk betervezni, épp a közel 30%-os elvonás miatt, tehát mi elsősorban azt várjuk, hogy működésre kapjunk támogatást, de hát nyilván minden önkormányzat életében vannak olyan feladatok, amit szeretne megoldani, így persze Kispesten is, ha fejlesztésre kapunk, akár útjárda fejlesztésre, akár egészségügyi fejlesztésre, vagy intézményi felújításokra, energetikai fejlesztésre, annak is örülünk, de még egyszer mondom, ezen túl nem kaptunk tulajdonképpen semmit, ezt az ígéretet várjuk a
részletes tájékoztatást, és várjuk azt, hogy a kormányzat kopogtasson a kispesti önkormányzatnál, akár egy e-mail, akár egy telefonos megkeresés formájában, ez eddig még nem történt meg. Mi most azon izgulunk, hogy ne mi legyünk az első önkormányzat Budapesten, amelyik csődbe megy. Erre van azért jó esélyünk, a főváros ennél picit rosszabb helyzetben van, illetve vannak még olyan kerületek, amelyek hasonlóan forráshiányosak, mint Kispest. Azt tudom ígérni, hogy az első fél évet stabilan is azokkal az intézkedésekkel, amelyet a költségvetésben elfogadtunk, tehát hogy tulajdonképpen egy csomó szolgáltatásunkat vissza kellett fognunk, amiről már korábban beszéltem, ezekkel túlélhető, de a második fél év biztos, hogy jóval nehezebb lesz, és veszélybe kerülhet a kerület működése. A gazdasági problémákon csak akkor tudunk úrrá lenni, ha a kormányzat megérti a városok problémáját, és valamennyit visszaad abból, amit elvett, hangsúlyozta a polgármester. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékezett az ország március 15-én. A forradalom hőseinek emléke előtt Kispesten is tisztelegtek. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eszmély és hősei előtt tisztelegve, hasonlóan a tavalyihoz, idén is csendes koszorú elhelyezésre volt lehetőség a Kossuth téri emlékműnél. Az önkormányzat nevében Galda Péter polgármester, valamint a három alpolgármester, Varga Attila, Vincek György és Kertész Csaba helyezte el az emlékezés virágait. Koszorúzott Burán Sándor országgyűlési képviselő, valamint dr. Hiller István országgyűlési képviselő nevében Bogó Józsefné önkormányzati képviselő helyezett el koszorút. Voltak időszakok, amikor egyes nemzeti ünnepeinket nyilvánosan meg se lehetett ünnepelni, titokban, lakásokon, vagy a Rákoskeresztúri köztemető 301-es parcellájában emlékeztünk hősökre. Most szabadon lehetne ünnepelni, de a járványhelyzet ezt nem teszi lehetővé. Szomorú ünnep ez, még akkor is, ha ilyen szépen süt a nap, nem csak a járványhelyzet miatt is, hanem azért is, mert hogyha el kell számolnunk elődeinknek, hogy mire jutottunk, hova raktuk, hova helyeztük az örökségüket, akkor azt kell mondanom, a mai Magyarországon sok minden feltétel olyan, amilyet ők is megálmodtak. Szabad az ország, szabadságban élünk, ami az egyéni jogainkat tekintve. De egyáltalán nem beszélhetünk sajtószabadságról olyan körülmények között, amikor a sajtó több mint 90%-át a kormány dominálja, uralja különböző eszközökkel. Ezen dolgoznunk kell, már csak a 48-as hősök emléke miatt is. 2022 után nem élhetünk egy olyan országban, ahol azt kell mondanunk, hogy amit a 48-as hősök kitűztek, például a sajtószabadság, azt még nem sikerült kivívnunk. Vincek György alpolgármester felidézte a kispesti Kossuth szobor történetét. Több évnyi gyűjtés után 1911-ben avatták fel a kispesti szobrászművész Hiebel József alkotását. Valamennyi magyar, aki él itt a honba és a hazánkon kívül, független attól, hogy micsoda járvány dúl most épp, és ennek csúcspontja környékén vagyunk, de gondol arra, hogy volt egy szabadságharcunk, amelyet megvívtunk, és annak nagyon sok jó, nagy eredménye származott, még akkor is, ha elbuktunk. És az, hogy a gyermekeink, unokáink lássák, hogy mi ezt követjük, ezeket a hagyományokat, hogy megemlékezünk erről, azért fontos, hogy képileg is ez látszódjon még a járvány alatt is. A csendes megemlékezésen több párt képviselője, valamint civilek, egyházak képviselői helyezték el virágaikat a szobor talapzatán. Új kihívásoknak kell megfelelni a gyermekvédelmi jelzőrendszernek is a koronavírus járvány miatt kialakult helyzetben. Ezt állapították meg azok a szakemberek, akik részt vettek a gyermekjóléti jelzőrendszer éves értékelésén a forrásházban. Mint mondták, a problémákat leginkább úgy tudják leküzdeni, hogy az ellátórendszer különböző szereplői állandó kapcsolatban vannak egymással, és képesek közösen reagálni vagy megoldásokat keresni. A törvényi kötelezettségnek eleget téve minden évben értékeli az önkormányzat a kerületi gyermekvédelmi és gyermekjóléti rendszer működését. A forrásházban a járványügyi előírásokat betartva, ugyan kisebb létszámban, de ott voltak mindazon szakemberek, akik részt vállalnak a gyermekvédelmi munkában. Nem lett egyszerű a helyzetünk az elmúlt egy évben, és azt gondolom, hogy igencsak sok és nagy erőfeszítéseket kell tenni ahhoz, hogy a szociális és gyermekvédelmi rendszer a törvényeknek megfelelően és a
adott aktuális rendeleteket megfelelően működni tudjon. Vincek György alpolgármester bevezetőjében elmondta, a 2020-as év még több kihívást tartogatott a szakemberek számára a koronavírus járvány miatt. Most nyilván a járvány miatt ezek korlátozva vannak, mert azt kértük, hogy minden intézménytől maximum egy ember jöjjön, vigyázunk egymásra is. Hát ugyanez egy törvényi kötelezettség minden évben, hogy áprilisban a testületnek ezt el kell fogadnia, tehát ez egy jelentést kell írnunk, egy beszámolót az elmúlt év eseményeiről, illetve akár feladattervet kell megfogalmaznunk, hogyha látunk anomáliákat itt Kispesten a gyermekvédelem területén, milyen intézkedéseket javasolunk a képviselőtestületnek. Ez egy nagyon fontos feladata ennek a jelzőrendszeri értekezletnek, ez a célja tulajdonképpen. A járvány miatt már tavaly is egyébként úgy fogadtuk el ezt a beszámolót, hogy már nem volt testület. Április 4-e után már a polgármester a vészhelyzet lehetőséget kihasználva egymaga dönt a beszámolók elfogadásánál. Természetesen a képviselők ezt a 40-50 oldalas beszámolót megismerhetik minden mellékletével, véleményt mondhatnak. De mégiscsak már tavaly is egy ilyen állapotban voltunk, hogy itt volt a járvány a nyakunkon, és most is így lesz. Ennek ellenére azt gondolom, hogy most a legnagyobb téma az, hogy ez az egyéves járványidőszak, amit átéltünk az tavalyi évben, az mennyire befolyásolta a munkánkat, milyen új dolgokra, jelenségekre derült fény esetleg, hogy változtunk meg mi magunk, a gyermekeink. Tehát egy csomó érdekes szituáció van, amit nyilván majd évek múltán a hozzáértő társadalomkutatók fel fognak dolgozni, hogy milyen hatása volt. Nekünk most egy olyan tüneti kezelésre van nyilván lehetőségünk is, meg talán felkészültségünk, hogy ezeket próbáljuk orvosolni, ha lesznek ilyenek. Hát ezt várom én is kíváncsisággal. Az előadók sorában Friedrich Gábor, a Család és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője arról beszélt, hogy az elmúlt évben is az iskolák, a rendőrség munkatársai és a védőnők voltak a legaktívabbak a jelzőrendszerben. Minden évben van valamilyen új dolog, amivel érdemes is kell foglalkoznunk. Ez a tavalyi évben talán egy picit több újdonsággal találkoztunk, mint előtte bármikor. Ugye március közepétől június közepéig egy egészségügyi veszélyhelyzet volt kihirdetve, amikor a működésünket az Emberi Erőforrások Minisztériumának a protokollja és a tájékoztatóinak megfelelően próbáltuk megvalósítani a feladatainkat, és ugye akkor ahogy a Vincek úr is mondta, eléggé korlátozottak voltak a személyes találkozásaink. Sármai Kornél, a Család és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője elmondta, az ügyfelek számára nehézség, hogy nincs lehetőség személyes találkozásra, mert ezáltal problémásabb az ügyintézés, a segítségnyújtás. Az intézményünkben a közvetítető adományok száma a tavalyi évben jelentősen csökkent. Ennek elsősorban én azt tapasztaltam, hogy az az oka, hogy azok a civil szervezetek, vagy olyan magánszemélyek, akik föl tudnak kínálni ilyet, azok most ebben az évben nem voltak erre képesek. Akiknek a segítségét ki szeretném emelni, a Vöröskereszt, akik a 2020-as évben jelentősen növelték a segítségnyújtást Kispest lakosság számára, és a járványügyi helyzet első időszakában, márciustól júniusig személyesen gépkocsiukkal vitték ki az ügyfelek számára azokat az adományokat, amiket el tudtak juttatni, és én azt gondolom, hogy ez nagyon segítség volt több családnak. Ami még én azt gondolom, hogy kiemelendő, hogy ténylegesen a tavalyi évben végig tudtuk biztosítani az élelmiszerbank adományokat az ügyfelek számára, ezt én azt gondolom, hogy az élelmiszerbank nagyon-nagyon sokat segített, én azt gondolom a kispestieknek, és az első időszakban, márciustól júniusig nagy mértékben meg is nőtt azoknak a családoknak a száma, akik krízis helyzetbe kerültek. Viszont az a tapasztalatunk, hogy ezek az ügyfelek
ebben az időszakban ki is koptak az ellátásból, tehát ténylegesen egy rövid krízis időszakon mentek keresztül, és sikerült nekik szerencsére megoldaniuk, és ebben a második hullámban, amit még mindig úgy érzem, hogy nyögünk, nem jelentkeztek újra ezek a személyek. A szakemberek elmondták, akinek támogatásra volt szüksége a járványhelyzet alatt, annak próbáltak segíteni. A Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum tavaly 300 000 forint értékben vásárolt tartós élelmiszereket, ebből 200 családnak állítottak össze csomagokat. A kispesti rászorultak megsegítésére közalapítvány csaknem 4 millió forinttal segítette azokat, akik a járvány miatt elvesztették állásukat. Az FKF ZRT ismét megkezdte Budapest 19 zöldövezetes kerületében, köztük Kispesten is a zöld hulladék begyűjtését. Az FKF logós zsákban kihelyezett zöld hulladékot hetente egyszer, meghatározott napon szállítja el a társaság. Az elszállításra szánt zöld hulladék, mint a lomb, a fa és bokornyesedék, a nyírt fű és a gyom bezsákolva helyezhető ki az ingatlan elé. A zsákokon kívül az FKF elszállítja a maximum 10 cm átmérőjű faágakat, gallyakat is, amelyek körülbelül 1 méteresre darabolva, kötegelve helyezhető ki a zsákok mellé. Az ennél vastagabb vagy nem kötegelt ágakat nem szállítják el. A társaság kizárólag az FKF Nonprofit ZRT logójával ellátott kerti zöld hulladékgyűjtő zsák feliratú, lebomló hulladékgyűjtő zsákokat szállítja el. A társaság kéri, hogy a zöld hulladékot az elszállítási napon legkésőbb reggel 5 óráig helyezzék ki az ingatlan elé, jól látható, megközelíthető helyre. A begyűjtött zöld hulladékból komposztálás során minősített, engedéllyel rendelkező talajjavító anyag készül, ezért az FKF kéri a lakosokat, hogy a környezet megóvását azzal is segítsék, hogy igénybe veszik a szolgáltatást, és nem az egyéb hulladékok közé helyezik a kerti hulladékot. A kerületek és városrészek könnyen áttekinthető térképes listája, ahol a szolgáltatás igénybe vehető, az elszállítás napja, valamint egyéb hasznos információk megtalálhatók a www.fkf.hu oldalon. Erős tavaszra számítanak az ingatlanpiaci szakemberek. Kispesten is a tavalyi hasonló időszakhoz képest többen keresnek és kínálnak most lakásokat. Rencsevics Mária ingatlan közvetítő tapasztalata szerint az árakban nincs változás, ilyen szempontból egyelőre stagnál a piac. A budapesti lakáspiac nemrég még soha nem látott mértékben szárnyalt. Mindenki ingatlant akart venni, így az árak is a csillagos egekben jártak. Tavaly márciusban viszont itthon is megbénult az élet a koronavírus járvány miatt, ez pedig az ingatlanpiacra is hatással volt. Tavaly tavasszal, márciustól gyakorlatilag megállt az ingatlanpiac, tehát tavasszal bezárt az ország, az ingatlanpiac meg főleg, teljesen érthető, hiszen az emberek sokkal inkább az egészségükkel és az ellátásukkal, meg a online oktatással, home office-szel voltak elfoglalva. Tavasszal teljesen megállt az ingatlan érdeklődés. Aztán nyáron kicsit kezdett élénkülni, amikor már túl voltunk az első sokkon, és ősszel, amikor jött a második hullám, akkor az már nem okozott megtorpanást. Tehát az a lassú fejlődés haladt tovább az ősz folyamán is. Én igazából azt érzékeltem, hogy novembertől volt megtorpanás, és ez már köszönhető volt vélhetően a várható kormányzató intézkedéseknek is. Tehát voltak, akik visszatartották az ingatlan ügyüket, és ezt érezzük január óta. Tehát január óta viszont szerencsére nagyon erős a kereslet. Az eladók még nem olyan bátrak, mint a keresők. Tehát akik visszatartották a kereséseiket, azok januártól nagyon nekiindultak. Akinek olyan az élethelyzete, hogy ingatlanra van szüksége, az keres, és megfontoltabban, alaposabban keres. Ez azt jelenti, hogy a kereső oldalon egy kicsit nagyobb az érdeklődés, mint az eladói oldalon. Tehát az eladók között, akinek még nem sürgős, az még jobban kivár. Egyrészt nem biztos, hogy akarja, hogy idegenek járjanak a lakásába, ez egy nagyon fontos dolog. Másrészt pedig kiszámíthatatlan, hogy fognak alakulni az ingatlan árak. És ezért is, akinek nem sürgős, az az eladását inkább visszatartja. Több tulajdonos szembesült azzal, hogy az az ingatlan, melyben él, a rendkívüli körülmények a hosszú otthontartózkodás idején nem nyújtotta az elvárt kényelmet és minőséget. Ennek két oka lehet. Egyrészt a bezártság miatt az emberek jobban vágynak a szabadra,
a szabad területre, egyrészt, másrészt meg nagyon sokan vannak, akik szintén a bezártság miatt rájöttek, hogy jó lenne, ha egy fél szobával, szobában nagyobb lenne, hogy el lehessen vonulni, dolgozni, hogyha akár tanulni, akár home office-ban dolgozni. Tehát egyrészt a nagyobb a lakásigény, másrészt pedig a zöld, a szabad területnek az igénye miatt is. Igen, azt tapasztalni lehet, hogy belvárosból jönnek ki hozzánk, tehát erre a területen többen keresnek. Kispest családi házas övezetei, mint a Kertváros és Vekerletelep még mindig nagyon vonzóak és keresettek. Kedveltnek kedveltek, az, hogy mennyire megfizethetőek, az már egy más kérdés. Mind a kertvárosi rész, mind a Vekerlet továbbra is népszerű, és a népszerűséget az is mutatja, hogy kevés az eladó ingatlan. Ha van egy eladó ingatlan, azt nagyon hamar sikerül eladni. Tehát én megnéztem az elmúlt időszaknak az eladásait a kispesti irodában, vagy a mi területünkben, tehát a mi kerületünkben, az eladásainknak a 24%-a volt családi ház. Tehát ez, és ebben minden eladást számítok, tehát az iparit is, meg az üzletet is. Úgyhogy azt gondolom, hogy igenis nagyon nagy kereslet van a családi házak iránt. Nagyon nem mindegy, hogy milyen árfekvésű. Ugye ez a másik kérdés. Közgazdász vagyok, tehát teljesen természetes nekem az a törvény, hogy minden annyit ér, amennyire megveszik. Ha egy ingatlan túlárazott, akkor akármilyen szép meg jó, ha túlárazott, akkor nem fogják megvenni. És ez jellemző Vekellére is, meg a Kertvárosra is, de igazából mindenfajta eladási típusra, hogy ha az eladónak van segítsége, hogy reálisan hirdesse meg az ingatlant, akkor könnyen el tudja adni. Nyilván egy különleges adottságú ingatlant, ami mondjuk vagy nagyon valamiben pozitív értelemben különleges, vagy valami hátránya van, azt nehezebb eladni. De általában, hogyha egy reális piaci áron van meghirdetve, azt egy családi házat egy éven belül el lehet adni. Kinyílt a keresleti és kínálati árulló a fővárosi ingatlanpiacon. Az eladók még sok esetben ragaszkodnak a vírus előtti árszinthez, a vevők azonban nem fizetnek annyit. Leginkább a panelek esetében érzékelhető az árcsökkenés, de a korábbi évekhez hasonlóan még mindig ezeket az ingatlan típusokat lehet a leggyorsabban értékesíteni. Igen, ez most is így van. Annyival árnyalnám a képet, amit az előbb is mondtam, hogy nagyon nem mindegy, hogy mennyire túlárazott az ingatlan. A paneleknél különösen jellemző a túlárazottság, és azokat, tehát ami extrém módon túlárazott, azt nem lehet eladni. Ott a tulajdonos vagy egy idő után rájön, hogy túlárazott az ingatlanja, vagy pedig azt mondja, hogy ez ennyit ér, szerinte, és akkor inkább nem adja el. Tehát ez attól függ persze, hogy milyen az élethelyzete. Összességében azt gondolom, hogy a panelek ára nagyon fölment. Most egy picit számítottunk arra, hogy lejjebb fog menni a válság hatására, és azt gondolom, hogy igazából egy kicsit ment lejjebb, de inkább csak megtorpant a növekedés. Most januártól újra nagy a kereslet, és mivel nagyobb a kereslet, mint a kínálat, ez megint okozhatja azt, hogy egy kicsit följebb mennek az árak, de ahogy az előbb is beszélgettünk róla, nagyon nagy a különbség az eladási és a kínálati árak között. Az biztos, hogy ott, ahol a tulajdonosnak van valamiféle segítsége, akár ingatlan közvetítő, akár tájékozódik, ott ő tudja reálisabban hirdetni az árat, és persze természetes, hogy van alku, de az, hogy az alku az mekkora mértékű, 5% vagy 10% vagy 20, az már elképesztő nagy különbség. Inkább az 5-10% az, ami reális, tehát ha valaki 20%-kal túlárazza az ingatlanját, arra nem is fog ajánlatot kapni. Tehát ott ő nem is várhat alkut, mert arra nem fog ajánlatot kapni. A karantén alatt mindenkiben átértékelődött az otthon fogalma. Sokan a bezártság miatt jöttek rá, hogy milyen lakásban vagy házban szeretnének élni. Így a közeljövőben drasztikus árcsökkenés nem várható, mert vélhetően sok ingatlan cserél majd gazdát a következő időszakban is. A Budapest Cowboys amerikai foci csapat a koronavírus járvány és a fagyos idő ellenére is megtartja minden edzését. Ez a sport a kemény, elszánt férfiak küzdelméről szól. Persze ahhoz, hogy valaki jó focistává váljon, más kvalitások is kellenek, például a jó logikai és taktikai készség. A következő toborzót az Egyesület március 27-én tartja a Tihi Lajos Sportcentrumban.
A Budapest Cowbells kétszeres magyar bajnok, első osztályú amerikai futballcsapat, 2014-ben jött létre a Budapest Cowboys és az Új Buda Rebels csapatok egyesülésével. Innen a név is, Cowbells, ami magyarul a marhacsordát vezető, irányító állat nyakában lógó kolompot jelenti. Egy 5 éves szerződés keretében a csapat edzéseit heti 2 alkalommal a kispesti Tihi Lajos Sportcentrum műfüves pályáján tartja. A sportcentrum kedden és csütörtökön esténként megtelik. Ilyenkor az átlagosan több mint 500 sportolót úgy tűnik sem a koronavírus járvány, sem a téli hidegek nem befolyásolják. Az amerikai foci egyre népszerűbb hazánkban. Jelenleg megközelítőleg 25 egyesület van országszerte. 3 szinten, első, másod és harmadosztályban versenyeznek ugye felnőtt keretek között, illetve juniorban U15, 17 és 19-es bajnokságban méretetik meg a tudásukat magyar-amerikai focisták. A csapatok 11 fővel játszanak egymás ellen. Számít az ügyesség, a gyorsaság, az erő, a bátorság, csak úgy, mint a jó logikai, taktikai készség. De a legfontosabb a csapatszellem. Jó csapatjátékosnak kell lenni. Az amerikai focistát ezért nagyon sok téren muszáj tartani ekkora fizikum, hogy tudjon versenyezni, mert ez elég egy gyors sport, és ütközések is vannak. Szóval ott tényleg a csúcs atléták játszanák egyébként Amerikában ez a sportot. A magyar 45 fős válogatott egyharmadát a Budapest Cowboys játékosai teszik ki. Az egyesület folyamatosan keresi az utánpótlást, a fiatal tehetségeket, akik érdeklődnek ez iránt a sport iránt. Az idei első úgynevezett toborzót március 27-én reggel 10 órától tartják a Tihi Lajos Sportcentrumban. Itt többféle gyakorlattal mérjük fel a játékosokat, futás, technikai tudás, elkapás, akár az, hogy hogyan tudnak egy szerelést megcsinálni, és minden pozíció specifikusan figyeljük a játékosokat. Ugye testalkattól függetlenül tudjuk várni itt a játékosokat, ugyanis ahogy ha hátam mögött nézel, láthatod, hogy a magas, vékony fiatal emberektől, akár a nagyobb darab, alacsonyabb játékosok is, mindenki megtalálja a megfelelő szerepet, mert mindenkinek a pályán különböző szerepek vannak leosztva, és ezekben tudnak helyt állni. Az edzések jó hangulatban, családias légkörben zajlanak, a keményebb csatákat a játékosok a versenyre tartogatják. Azt mondják, hogy ami a pályán történik, az ott is marad. Az eredményektől függetlenül egyelőre ebben a sportágban nincsenek Magyarországon profik, csak amatőrök. Civilben mivel foglalkozol? Én egy auditor cégnél vagyok, egy Big Four-nál, ott ilyen audit és tanácsadói munkák IT-szektorban. Én angoltáborokat szervezek gyerekeknek és tinédzsereknek. Az idei bajnokság, amely egyelőre úgy tűnik zárt kapuk mögött zajlik majd, bár ez még változhat, április elején kezdődik. A Budapest Cowboys a másodosztályban április 4-én, az első osztályban pedig április 18-án játsza első meccsét. Magazin műsorunkkal folytatjuk. Egyetért a szigorú járványügyi intézkedések bevezetésével Hiller István, Kispest országgyűlési képviselője, a parlament alelnöke. A fogadóórában felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a kormánynak óriási a felelőssége a most érettségiző diákokkal szemben, és oktatási szakemberként azt javasolja, hogy csak írásbeli érettségik legyenek idén. Vendégünk a stúdióban Hiller István, Kispest országgyűlési képviselő, az országgyűlés alelnöke. Jó napot kívánok! Köszönöm a meghívást, jó napot kívánok! Amikor ezt a beszélgetést rögzítjük, azokban a percekben derült ki, hogy mekkora zárás lesz a következő hetekben, következő akár hónapokban az országban, hiszen az óvodákat, iskolákat hetekre lezárják, a szolgáltatásokat nagyon jelentősen korlátozzák, és gyakorlatilag mondhatni majdnem teljesen leáll az élet. Az ön várakozásai szerint mire lesz ez elég? Én ellenzéki vagyok, és az ellenzéknek Magyarországon az a megítélése, hogy feladata a kormányt kritizálni. Én ezt egy kicsit másként gondolom. Akkor, amikor nem értek egyet, akkor erősen és hevesen kritizálom. Amikor pedig úgy gondolom, hogy a véleményem egybeesik azzal a döntéssel, amit hoznak, akkor elmondom. Már csak azért is, mert hogyha van, amiben egyet lehet érteni, akkor még hitelesebb a kritika. Ezzel a döntéssel, ami valóban néhány perccel ezelőtt került nyilvánosságra, ezzel én egyetértek. Éppen azért, mert
ez a szörnyű járvány itt van közöttünk és pusztít, nincsen más megoldás, mint a zárás, illetve az oltás. Amit a kormány az elmúlt hónapokban tett, abban kapkodást láttam, káoszt, meggondolatlanságot és kiszámíthatatlanságot. Nagyon sokszor egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat és cselekedeteket. Ugyanakkor volt egy igény a nyitásra, tehát ugye nagyon nagy volt a nyomás azzal kapcsolatban, hogy nem hogy zárjunk, hanem még inkább nyissunk. A vendéglátó ipari egységek csődbe mennek, bezárnak éttermek, a turizmus teljesen leáll, tehát azért van egy erőteljes kényszerpálya is ebben, vagy lehet egy erőteljes kényszerpálya is ebben. Az adatok hol jobbak, hol rosszabbak voltak, a harmadik hullámra nem lehetett ilyen módon számítani, tehát lehet, hogy ez nem is egyszerű. De hát nem természetes? 3/4 éve, fél éve bezárva élünk. Legalábbis nagyon korlátozottan. Nem tudunk elmenni a barátainkkal egy jót sörözni. Nem ölelhetjük meg a másikat. Nincsenek rendezvények. Zárva vannak a mozik, a színházak. Nem tudunk elmenni egy étterembe. Hát nem természetes, hogy az ember vissza akarja kapni azt az életét, amit megszokott és amit élt. De egy kormánynak nem úgy kell cselekedni, hogy éppen milyen nyomás van, hanem irányítani és vezetni az országot. Én teljesen elhibázottnak tartom, hogy ilyen körülmények között akár 2 héttel ezelőtt nemzeti konzultációt hirdetnek a nyitásról, ami hát most nyilvánvalóan sok értelmét nem látom, elveszíti a valós tartalmát, de nem is erről akarok beszélni. Arról érdemes beszélni, ami a néhány perccel ezelőtti döntés, tehát az iskolákat, óvodákat bezárják, az üzletek, az élelmiszer, a drogéria, a posta, a bankok kivételével, benzinkutak kivételével bezárnak. Kényszerű döntés, kemény döntés, de helyes. Ebből azonban nagyon sok minden következik. Hadd mondjak egy olyat, ami biztos, hogy néhány napon belül több százezer embert fog érinteni. 100 000-et közvetlenül biztosan. 2 hónap múlva ilyenkor érettségizni fognak azok, akik érettségi vizsgára jelentkeztek. Akik nem is voltak szinte iskolában ebben az évben. Sőt, 3,5 év alatt inkább nem voltak iskolába, mint voltak. Azért gondoljunk bele, az érettségi az mindenki számára normál körülmények között is egy stressz. Hát én emlékszem arra az éjszakára, amikor úgy feküdtem le, hogy holnap matek érettségi. Hát borzalmas volt. Én még szoktam elmondni róla. Én már nem, de azért arra emlékszem, hogy mi volt. A lényeg, amennyire lehet tervezni az emberek, a közösségek életét, annyira a kormánynak kötelessége elmondani, hogy mire számíthatnak. Ezért én ugyan 2 héttel ezelőtt nyilván a mai döntésnek még nem tudatában, de éppen azért, mert a felkészülés az érettségire nem lehetett szokványos és teljes, elmondtam, és most különösen, hangsúlyosan megismétlem, hogy a számos kérés sem lehet a szokványos. Az nem megy, hogy a felkészülésnél nem sikerül biztosítani a lehetőségeket. Félreértések elkerülése véget, ezt most nem a kormány számlájára írom. Egyszerűen ez volt az objektív körülmény. Mi az ön javaslata? Az az én javaslatom, hogy kizárólag írásbeli érettségi legyen. Hogy a teljes érettségi, ami tehát a hagyományos értelemben a szóbeli és az írásbeliből áll, abban a sorrendben, hogy először írásbeli szokott lenni, és aztán szóbeli. Ez most úgy, mint tavaly, ennek azért van már bizonyos tapasztalata, és őszintén remélem, hogy soha többet a mi életünkben nem kell ezzel foglalkozni, viszont kiszámíthatóság kell annak a durván 100 000 magyar fiatalnak, aki érettségire készül, a szüleinek, a nagyszüleinek, az ismerőseinek, akik tényleg több 100 000-en vagyunk, hát szinte mindenki környezetében van valaki, aki az érettségire készül, és azért ne felejtsük el, hogy az érettségi meg a felvételi a mostani rendszerben direkt módon következik egymásból, tehát a felsőoktatási tanulmányokhoz, a
a belépő az direkt módon az érettségi vizsga. Nagyon nem mindegy, hogy a kormány mikor és mit mond. Megértem, hogy 20 perccel ezelőtt jelentették be a zárást, viszont elvárom és biztosan mondom, hogy szükséges, hogy a jövő hét első felébe a kormány kiálljon, és azt mondja azoknak, akik érettségiznek, akik két hónap múlva ilyenkor egy padban ülnek és írják az érettségit, hogy mi hogyan lesz. Én nem csak azt mondom, hogy mi ne történjen, hanem szakmai értelemben javaslatot is teszek, tehát megismétlem. Ha nem volt teljes, mert nem lehetett teljes a felkészülés, ráadásul most egy hónapra bezárnak az iskolák, akkor tessék kiszámítható feltételeket teremtve elmondani, hogy milyen lesz az érettségi. Azt mondom, hogy szóbeli ne legyen, csak írásbeli érettségi legyen idén. Ha nem csak az érettségizőkről beszélünk, hanem általában az iskolásokról, itt főleg a gimnazistákról nyilvánvalóan, akik szintén ugye hónapokat töltöttek otthon, tehát nem csak az érettségiző osztályok, hanem az egész gimnáziumi közösség. Mennyire maradhattak le? Mekkora a szórás az országban? Mennyire van reális veszély annak, hogy a tavalyi évvel együtt ez az év gyakorlatilag egy egész év kiesik az életükből? Igen. De nagyon fontos kérdés, nagyon fontos, hogy amiről beszél. Először is mondjuk el, hogy valójában semmiféle tapasztalatunk erről nincs. Hála Istennek. Az ilyen körülmények Magyarországon 1945 óta nem voltak. Az egy másfajta háború volt, az aztán különösképpen ne érje soha többé az embereket. De amikor a hagyományos értelemben nem lehetett tanulni, tanítani, ilyen több mint 70 éve nem volt. Amennyit látunk, és amennyit el tudok mondani, a digitális oktatás, a magyar fiatalok, most a teljes közoktatásban résztvevőkről beszélek, a legkisebbektől, 6-7 évesektől, a 18-19 évesekig, 20-23%-ához el sem ér. Ennek... Ez nagy arány. Ez borzalmas arány. Kérem, most arról beszéltem, hogy minden, átlagban minden ötödik érintett nem jut igazából tanításhoz. Minden ötödik magyar diák tulajdonképpen a kérdésében megfogalmazott állítás szerint nem tudott tanulni. Ennek egyetlen egy oka van, a szegénység. Ezeknek a diákoknak, ezeknek a családoknak nincsen módjuk arra, hogy digitális oktatásba részesüljenek. Kérem, ezt ne úgy vegyük nagy átlagba, hogy akkor minden város, minden osztályából minden ötödik diák hiányzik. Regionálisan óriási különbségek vannak az országunkban. Vannak olyan területek, ahol ez lényegesen nagyobb ez a szám, és természetesen a városokban, különösen a fővárosban pedig lényegesen kisebb, de egy országunk van. Van egy másik szakmai tapasztalat. Nagyon sok mindent lehet jól digitális oktatás keretében tanítani, és van, amit meg nem. Amikor a legkisebbek megtanulják írni az A betűt, az L betűt, amikor az összeadást és a kivonást, ezt a mi szakmánk alapkompetenciának hívja. Olvasás, írás, számolás, szövegértés. Ez digitális úton nagyon kevéssé megy. Akkor kik lesznek a legnagyobb lemaradók? Azok, akik most kezdték az iskolákat. A legkisebbek, a 6-7-8 évesek. Ezért amikor túl leszünk ezen a szörnyűségen, a magyar oktatás politikának megkülönböztetett figyelemmel kell lenni azokra, akik önhibájukon kívül szenvedtek tanulmányaikban kárt. És kérem, az is szörnyű, hogyha egy 12 éves nem tanulja, mert nem tudta jól megtanulni a történelmet, a földrajzot vagy a biológiát. De lássuk be, hogy akiknél az alapozás nem történik meg helyesen. Akiknél az előbb említett fundamentum, írás, olvasás, számolás nem biztos. Arra nem lehet a későbbiekben építeni. Oktatási szakemberként mit javasol? Mit lehet ezek után tenni? Tehát mondjuk mi a következő évek feladata? Miután befejeződött ez a tanév, ahol kezelni kell azokat a kérdéseket, érettségi és egyéb, amiről beszéltünk, azonnal összehívni egy olyan pedagógusokból, pszichológusokból,
társadalompszichológusokból, oktatási szakemberekből egy csapatot, akik azt írják le, hogy az elkövetkező 2 tanévben, tehát most a 2021 ősztől 2023-24-es tanévben, hogyan lehet úgy pótolni, még egyszer mondom, leginkább a legkisebbeknél azt a lemaradást, amit ez a borzalom okozott, mert még egyszer, az is gond, hogyha valaki nem értette meg a középkor gazdaság történetét, de higgy el, hogy azt be lehet pótolni. Az, hogy vissza tudnak ezt szokni a gyerekek az iskolába, aha, az mikor fog kiderülni? Tehát, hogy elveszítik azokat a kereteket, amiket megszoktak az évek során, máshogy viszonyulnak egymáshoz, a kötöttebb keretek között, egyszerűen az interakció, a kommunikáció is teljesen abszolút máshogy észrevettem az iskolások között. Vissza tudnak ezt szokni, vagy mikorra fognak visszaszokni? Vagy lehet, hogy nem is lesz olyan, mint előtte volt? Ebben én optimistább vagyok, és helyes, hogyha nem csak az oktatás szakmai részét nézzük, hanem nézzünk, ahogy az előbb 6-7-8 éves kisfiúkat és kislányokat, most 16-17-18 éves fiatal embereket és fiatal hölgyeket. Az ember társas lény, jól érzi magát közösségben. Most azért szenvedünk, mert nem lehetünk közösségben. Az, hogy amikor majd ismét megvan a lehetőség, hogy együtt legyünk, hogy ők együtt legyenek, tizenévesen. Hát az Isten, mikor bulizzanak az emberek, hogyha ne tizenévesen? Mindannyian voltunk, hát nem csodálatos emlékek? Van, amiről az ember beszél, és van, amiről talán jobb, hogyha nem beszél. De az élete része. Nem szabad, hogy kimaradjon ez nekik. Ezért az a kérdés, hogy hogyan szoknak vissza gyorsan. Ebben kevesebb gondot látok. Csak már az egészségügyi helyzet megengedhetné azt, hogy azt mondjuk, hogy persze gond nélkül szombat este vigyázz magadra, de a legjobbakat kívánjuk. Mi a tapasztalat, az eddigi hetek tapasztalata? Nyárra ez megvalósulhat? Tehát, hogyha valóban fel tudják gyorsítani az oltási programot, mint ahogy gyakorlatilag az elmúlt napon ez elhangzott, hogy egyre több oltópontra érkezik egyre több vakcina, és el lehet kezdeni a tömeges oltást, reméljük ez így is lesz, akkor ez a nyári idő, amit meghatároztak, hogy nyárra talán valóban ez a nyitás megtörténhet, ez az eddigi tapasztalatok szerint reális lehet? Engedje meg, hogy a kérdésére két résszel válaszoljak, mert két nagyon fontos állítás volt benne. Elsőként is itt élő emberként, meg Kispest, Pest Erzsébet országgyűlési képviselőjeként is. Tisztelettel és bizalommal fordulok a kispestiekhez. És arra kérem őket, hogy akik még nem jelentkeztek, akik nem regisztráltak az oltásra, tegyék meg, és jelentkezzenek oltásra, oltassák be magukat. Én is regisztráltam, és én is beoltatom magam. Nincsen ma más megoldás, amit az emberi tudás tud. Én is olvasok millió dolgot, de kérem, itt olyan döntést kell hozni, amire lehet, hogy még egyszer nem lesz lehetőség. Ezért minden felelősségemmel és mindazzal a bizalommal, amivel az elmúlt években éltek felém, azt kérem a kispestiektől, hogy aki még nem tette meg, tegye meg, regisztráljon, és mindenki minél többen oltassuk be magunkat. A második, hogy mi lesz nyárra. Én mindig utáltam, amikor az én szakmámba kívülről valaki belekotyogott. Pedig a történelem azt tudja olyan, hogy egy kicsit mindenki ért hozzá. Szóval az a magyar ember, aki nem hallott még Buda ostromáról, a Mohácsi csatáról, vagy Szent Istvánról, hát azzal nem nagyon tudunk mit kezdeni, de azért valljuk el, hogy valamiféle tudása van erről. Amikor a legkülönbözőbb körökben ez így úgy fölmerült, akkor persze mindenkinek volt véleménye. Én általában ilyenkor inkább csöndben maradok, mert előnytelen a verseny. Ez olyan, mintha ön a házába engem kihívna, hogy végezzem el a villanyszerelői munkát. Abból egyikünknek se lesz jó, se önnek, se én nekem, tehát rám ne bízza a villanyszerelést.
mint ahogy én is azt mondom ebben a kérdésben, hogy én hiszek az orvosoknak, hiszek a virológusoknak, és úgy élek, és azt követem, amit ők mondanak, mert ez a szakmájuk, és nem a járvány miatt lettek virológusok. Aki egy hirtelen történelmi évforduló miatt lesz történész, annak ne higgyenek. Aki a járvány miatt most lesz virológus, abban én nem hiszek. Abban hiszek, akinek a szakértelme, a tudása, a képzettsége megvan. Ha ők azt mondják, hogy ha betartjuk ezeket a szabályokat és ezeket a nagyon súlyos kötöttségeket, plusz megkapjuk az oltást nagy számban, akkor belátható időn belül remélhetőleg nyárra szabadulunk, akkor én hiszek nekik. Említette a történelmi távlatokat. Tavaly pont a március 15-i ünnepségeket kellett először elhalasztani, akkor kellett lezárni az országot, illetve hát lezárni a környező országokat, az egész világot. A Kispest önkormányzata egy héttel korábban megtartotta a március 15-i ünnepséget a Nemzeti Múzeumban, ahol ön azt mondta, hogy a legnagyobb felelőssége a mai élő embernek az, hogy hogyan tudja ezeket az értékeket, amiket mondjuk a 48-49-es szabadságharc és forradalom hősei megteremtettek, átmenekíteni a ma ember számára, a mai élő ember számára. Tanul-e a mai élő ember ezeknek az embereknek a hősieségéből most, amikor szükség van a hősiességre? Sikerül-e átmentenünk ezeket a történelmi dolgokat, akkor, amikor mi is belekerültünk egy történelmi szituációba? Igen. A történelem az nem szakácskönyv. Az nem úgy van, hogy megnézzük, hogy mi történt 200 évvel ezelőtt, arra hogyan reagáltak az akkoriak, és hogyha ezt jól lemásoljuk a jelenbe, akkor tudjuk, hogy milyen a jövő. Ez nem így megy. Nem egy receptes gyűjtemény. De folyamatok vannak. És ha képesek vagyunk ezeket a nemzedékeken, generációkon átívelő folyamatokat látni, akkor az emberről, a közösségről sokkal többet tudunk, mint amennyit gondolunk. Nehogy azt higgyék, hogy 150 évvel ezelőtt butábbak voltak az eleink, csak azért, mert nem volt internet, nem voltak ilyen kamerák, és nem égett a lámpa fenéket. Nagyon sok mindenről többet tudtak, mint mi a természetről például. De valóban egy olyan időszakban élünk, amit ugyan nem kívántunk, de olyan tapasztalattal szolgál az egyén, a család, a közösség viszonylatában, amit legutóbb, több mint egy évszázaddal ezelőtt az első világháborút követő nagy járvány idején tapasztalhattak. És őszintén remélem, hogy nagyon sokáig nem. Én most a hétköznapok hőseit látom. Nem azt a lánglelkű költőt, aki kiállt a Nemzeti Múzeum előtt a tömeg elé, és elszavalta azt a híres versét, és nem azt a lengyel származású tábornokot, aki győzelemre vezette a csapatainkat. Orvosokat látok, ápolókat látok, egészségügyi dolgozókat, kutatókat, egy nagyszerű magyar születésű asszonyt, aki a világnak a igenis megmentéséhez hozzájárult a tudásával, a képességével, Németországban élve az egyik leghíresebb vakcina előállítója. Ők a mi hőseink. Azok az orvosok, azok az ápolók, akik 24 óra alatt 24 órát dolgoztak az elmúlt hetekben. De kérem, itt azért mégiscsak kibújik belőlem az, aki kell, hogy foglalkozzon aktuális ügyekkel. Ilyen helyzetben bármely kormány, amelyik azt idézi elő, hogy a saját döntése miatt nemhogy 10, nemhogy 100, hanem több ezer orvos és egészségügyi dolgozó elhagyja, mert kényszerből elhagyja a pályát, az azért végtelenül ostoba. Ha nincsen járvány, akkor is, de hát ez valljuk meg, borzalom. Ez a történelem ezt is föl fogja jegyezni. Ez így van, mert hogy a tapasztalat egy része. Nekem már az is szörnyű volt, amikor a járvány idején vezették be az új nemzeti alaptantervet, de ez pedig egy orvos elvesztése is szörnyű. De amikor
És akkor látom, hogy a kormány azzal dicsekszik, hogy de egyébként 96% aláírta, de meg 4%-nyi orvost elveszítünk a járvány kellős közepén. Hát nem méltóztattak volna ezt a rendelkezést egy évvel később a járvány után aktualizálni. De azért a tapasztalat az az, hogy a közösség ereje, közösségnek nevezek egy kerületet, a városunkat, egyébként az országot, és mivel a járvány nem nagyon ismer hatát, sőt egyáltalán nem ismert, itt arról beszélni, hogy nemzet, itt igenis van értelme. Én egy büszke magyar és büszke európai ember vagyok. Nekem mind a kettő fontos. Őszintén szeretném, hogyha a hazám és az otthonom, a hazám Magyarország, az otthonom az Európai Unió, az közösen túl lenne ezen az egészen, és ehhez, hogyha csak saját magunk, meg a közösségünk, szűkebb közösségünk, mint Kispest hozzájárul, akkor már sokat tettünk, tulajdonképpen a legtöbbet. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen. Tudjuk azt, hogy épp testben, épp lélek, de vajon mi a helyzet akkor, ha a test fenyegetve érzi magát? Ilyenkor a lélek hogyan viselkedik? Ráadásul nem akut, hanem hosszantartó krízisben. Fárad? Besokal? Immunissá válik, vagy éppen ellenkezőleg? Egy biztos, reagál. A krízis éppen erre való, állítják a szakemberek. Ilyenkor többet tudhatunk meg önmagunkról, ami hasznunkra válik, hiszen ezáltal fejlődhet személyiségünk. Ezen a héten dr. Lőrinc Jenő pszichiáter szakorvost, egyetemi adjunktust kérdeztünk arról, hogyan viselhetjük jól a hosszantartó bezártságot, korlátozást, félelmet, veszteséget, vagyis a krízist. A COVID-19 vírussal kapcsolatos járványügyi intézkedések váratlanul, felkészületlenül érték a ma emberét. Sokan még soha nem éltek olyan világban, amelyikben járványok szedték áldozataikat, a félelem uralta az embereket. Sokak számára a szabadságban való korlátozás is ismeretlen volt eddig. Immár egy éve tart a válságállapot. Ennyi idő alatt vajon sikerül-e lelkünknek adaptálódnia a változáshoz, a krízishez, amelyben élünk? Dr. Lőrinc Jenő, a Kispesti Egészségügyi Intézet szakpszichológusa, a Semmelweis Egyetem adjunktusa. Az üresség, a valamennyünket körülvevő vákum, amelyet az ingerhiányos állapot idéz elő, és a frusztráció, mondja, hatalmas lelki terhet jelent mindenki számára. Véletlenül akadt a kezembe Sziléziusznak egy 17. századi keresztény német költőnek az epigramma gyűjteménye, és csak ahol föllapoztam, az ember három ellensége. Három ellenség van: Sátán világ, s magunk. De legfőbb ellenünk magunknak mi vagyunk. És elgondolkodtam ezen, rögtön meg is vettem a kis könyvet, mert megtetszett, hogy hogyan és hányadán is vagyunk akkor ezzel, hogy talán mi magunk, ha nem tudjuk jól kezelni ezt a helyzetet. Hát ugye a világból akkor fenyeget a vírus. Ez a vírus, de hiszen ez az élő és élettelen világ határán mozgó, szemmel láthatatlan részecske, tehát még csak nem is élő lény, ugye csak akkor tud szaporodni, hogyha élő sejtbe kerül. Ez az egyetlen vonása van, ami így az élők közé, sőt más élők ellenfelévé, ellenségévé teheti. Elgondolkodtam ezen, hogy igen, persze, halálos ellenség lehet minden megnyilvánulása, és hogy hát hogyan is vagyunk ezzel, mert egy következő gondolatom éppen az volt, amit én Schweitzer Albertől, szívesen mondom magyarosan a nevét, mert hiszen ugye 1914-ben, hogy megjelent a Kultúra és Erkölcs című kétkötetes munkája. Hát alapmű. Noha a lélektant vagy a pszichológia szót nem használja, mondhatnánk, ez egy pszichológiai tanulmány is. De tekintsük filozófiai, etikai tanulmánynak.
ugye az akkori világ sok-sok baját számításba véve, és előrelátó ember volt. Tehát kereken 100 évvel vagyunk, előbbre lennénk, előbbre a mű születésénél, és a világot ugyanazok a bajok nyomasztják. Tehát nyomorúságot látunk sokfelé. Ugye az államok próbálják megvetni a lábukat, kezelni a történelemmel fölmerült új problémákat. Ellentétek feszítik a világot, és nagyon nehéz egyetértésre jutni. Társadalmak, vallások, embercsoportok, és akár személy szerint emberek között is. És ő mit mond erre, hogy ami kivezethet bennünket, ez az élet tisztelete. Az élet él és élni akar, szól az azóta szállóigévé vált versor. Az ember képes arra, hogy belülről fejlessze ellenálló képességét, amely pszichés és biológiai immunitásból áll. Hát mégiscsak ugye az lenne a nagy cél, hogy akkor egy pszichésen integrált emberek legyenek akár otthon, de ha eljárnak dolgozni, akkor a közlekedési eszközökön és a munkahelyükön mindenütt úgy tudjanak viselkedni, viszonyulni, hogy értékigenlő emberek. Tehát vannak céljaik, azokat az értékeket, ez a szolidaritás, a másik ember védelme. Itt persze akkor hát az idős vagy az esendőbb emberek védelme, ugye kézenfekvő lehetőség arra, hogy ezt megmutassuk. Értékigenlők és autonómok. Tehát, ha valakit vezet valamilyen cél, akkor az már a belső erőket nagyon meg tudja erősíteni. És ez az autonóm kiállás, hogy és akkor megszervezem az életemet, természetesen az észszerű védekezést azt. Ugye én is vallom, és ahol lehet, hát ennek a védekezésnek a szekerét egy kicsit tolom előre. Ahogy Angelius Silesius egy másik epigramája mondja, barátom, meg ne állj, ne maradj meg, mi vagy, egyik fényből tova, másik felé haladj. Itt bizony a felhők most tornyosulnak, és szinte így hallottam a fülemben, ugye szinte a háborgó tenger morajlását, és elképzeltem, ahogyan ugye viharfelhők és a hullámok el akarnak árasztani bennünket, elsodornának, összecsapnának előttünk. És ugye mégis hát azt kellene mondanunk, hogy a felhők szélén lássuk meg, hogy szakadozik ez a felhő, és a szélén már ott van a nap, hogy ránk süssön. És akkor ennek az igézetében nézzünk mégis a holnapra. A ma tanulságát csak holnap tudjuk levonni. Bíznunk kell abban, hogy a COVID-19 megtanít bennünket, a ma emberét, a fogyasztói társadalom és a globális világ emberét valamire. Vagy legalább rámutat valaminek a hiányára. Olyan értékekére, mint az alkalmazkodás, a kitartás, a helytállás, a szolidaritás. A gondolatot én Gorkinak az Áruló című kisregényéből veszem, hogy a veszély, a nehézségek, azok leleményessé teszik az embert. Nem szabad, hogy megadjuk magunkat a nehézségeknek, magatehetetlenül, passzívan, tehát akkor is léteznünk kell.
És ugye ez a létezésünk, hát ez ahogy más, hát gondolkodó emberek mondják, ugye, hát jelent valami. Kinek mit? Mert jelentheti hát a védtelen világba vetettséget is, ugye ezt az egzisztencialista formulát, hogy ide bele vagyunk valahogy vetve, és küzdelem az életünk. Hát, de jelentheti azt is, hogy létbátorságot merítünk, és ugye szembenézünk. Bátorságot, kitartást pedig otthonainkban, akár egyedül, akár családi körben töltve az idő jelentős részét, meríthetünk könyvekből, filmekből, színházi és tudományos előadásokból, zenét hallgatva, naplót írva, fényképeket rendezgetve, vagy más olyan tevékenységeket végezve, amelyek segítik a töltekezést, vezethetnek a belső béke felé. Jövő héten dr. Simon Lajos főorvost, a Forrásház szakmai vezetőjét kérdezzük a témában. Mindegyik kulturális intézmény, így a Vekerlei Kultúrház is, könyvtár is igyekszik megbirkózni az új kialakult helyzettel. Közösségi teret építenek online. Miközben várva várják a nyitás pillanatát, kiállításokat, rendhagyó, akár ünnepi projekteket szerveznek, rendeznek internetes felületükön. Megnyílt például Dániel András meseíró, illusztrátor kiállítása. Üresek a Vekerlei Kultúrház és könyvtár termei, de a munkatársak még így is, látogatók nélkül is, nap mint nap dolgoznak azon, hogy amint engedélyt kapnak, újra nyithassák kapuikat és programokkal várják az érdeklődőket. Addig pedig az online térben szerveznek kiállításokat és különböző programokat, például a Vekertem projektet. Ez egy közös alkotás, azért a körülöttünk élő látogatóinkkal együtt. Azért közös alkotás, mert már a névválasztás is egy közös produktum volt. Két névből lehetett választani egy online szavazáson, így a Vekertem lett a győztes név. A Vekertembe pedig fűszernövények, gyógynövények fognak majd helyet kapni. A kertművelése az egy hosszadalmas folyamat. Már január közepétől a magvacskákat csíráztatják a kollégák a kultúrház ablakaiban, és amint megjön a jó idő, kerülnek majd ki a kertecskébe, és erről hétről hétre hírt adunk, hogy mi újság van a Vekertemben, de nem csak a növények fejlődéséről, hanem hozzá plusz információkat is közlünk majd, ilyeneket például, hogy mondjuk bizonyos gyógynövények, miért jók, hogyan kell azt felhasználni, mi a legcélszerűbb felhasználási módja egy-egy gyógynövénynek. Ehhez kapcsolódóan a legkisebbeknek egy online kézműves foglalkozást is szerveznek, amelynek során egy fűfejet készíthetnek el a gyerekek. Persze a fűfejet nem csak elkészíteni, de aztán gondozni, ápolni is kell majd. Március 22-én pedig indul a Locsolóvers mindenkinek projekt. Megkérdezzük az ismert, közismert férfi ismerőseinket, mi a kedvenc locsolóversük, miért mondják ezt a locsolóverset, és van-e valami olyan történet, amit szívesen megosztanának velünk. Tehát március 22-től 5 napon keresztül minden nap egy mini videóban megnézheti a közönségünk, hogy milyen locsolóverseket ajánlanak kerületünk közismert, elismert férfi tagjai. Dániel András meseíró és illusztrátor munkáiból nyílik egy virtuális kiállítás március 5-én Kufli kukac és vidéke címmel. Ugyanis a kuflik nagyon-nagyon érdekes kis lények. Sem nem kiflik, sem nem kukacok, így a kettőnek egy egyvelege, nagyon furán néznek ki, de az egy dolog, hogy furán néznek ki, úgy élik az életüket, ahogy szerintem úgy legbelül mindannyian szeretnénk élni. Ugyanis ők nem izgulnak semmin, derűsen szemlélik a világot, úgy tartják, hogy nekik nagyon jó ott a kis kupacukon, úgyis utoléri őket mindenféle történés, és akkor majd ők belecsöppennek, aztán majd valahogy megoldódnak az események, mert minél többet törjük magunkat azon, hogy megoldjuk, annál bonyolultabb lesz. Ha viszont nem törjük magunkat, hogy megoldjuk, csak úgy benne vagyunk, és megéljük a dolgokat, akkor a megoldás is meg fog születni, eljön hozzájuk, és boldogan élhetnek tovább, és derűsen szemlélhetik a kis világukat. A kiállításon nem csak a kuflikat, hanem kicsinénit és kicsibácsit, valamint Jakabot is meg lehet nézni, akiről talán kiderül, hogy mit csinál az ágy alatt. Ezek a mesék és illusztrációk egyébként pont attól különleges hangulatúak, hogy egyrésztről a rajzok olyan kis esendően bájosak,
miközben a szöveg nagyon humoros, de nem csak a gyerekek számára humoros, hanem így két rétegben felnőttnek és gyereknek egyaránt. A nyitás időpontjáról egyelőre nem lehet pontosat tudni, annyi bizonyos csupán, hogy amint a kormányrendelet lehetővé teszi, a Vekerlei Kultúrház azonnal kinyit és programokkal várja az érdeklődőket. Addig pedig látogassanak el a Kultúrház honlapjára, és tekintsék meg Dániel András képeit. Az amerikai foci komplex és sokrétű sport, sokban hasonlít egy sakkjátszmához. Küzdelem, taktika, erő. A tavaly ősszel az önkormányzattal aláírt 5 éves szerződéssel a Budapest Cowboys magyar-amerikai futballcsapat célja, hogy Dél-Pest legmeghatározóbb egyesületévé váljanak a ligában. Edzéssel látogattuk meg őket a Tihi Lajos Sportcentrumban. Az amerikai fociról sokaknak az jut elsőként eszükbe, hogy nagyon kemény sport, ami igaz is, hiszen mérések szerint egy-egy ütközés ereje tud akkora lenni, mint amikor egy személyautó 30 km/h sebességgel üt el valakit. Valójában azonban az erőn kívül komoly szellemi tevékenységről, kötött koreográfiáról, stratégiai játékról van szó. Hazánkban már a második generáció nő fel, aki űzi ezt a sportot. 2006-ban a sport egy képernyőre tűzte az NFL, tehát az amerikai futball őshazájából érkező sportközvetítést, és ennek köszönhetően megjelent az úgynevezett második generációja az amerikai futballnak Magyarországon, ahol is egy-egy csapat, illetve a szövetség is ugye megalakult, és gombamódra elkezdtek az ország különböző pontjain ugye csapatok születni, aminek az eredménye az, hogy közel 15 évvel a kezdés után, most jelenleg megközelítőleg 25 egyesület van országszerte, 3 szinten, első, másod és harmadosztályban versenyeznek ugye felnőtt keretek között, illetve juniorban U15, 17 és 19-es bajnokságban méretetik meg a tudásukat magyar-amerikai focisták. Tudásban ugyan nagy a különbség az első és a harmadosztály között, de Magyarországon ma még nincsenek profik, mindenki amatőr ebben a sportágban. Civilben mi a foglalkozásod, mivel foglalkozol? Én angoltáborokat szervezek gyerekeknek és tínézsereknek. Mi a szereped a pályám? Én a védőfal tagja vagyok, ami azt jelenti, hogy mi vagyunk a védelemben a legközelebb a labdához, mi elsődleges feladatunk az, hogy ne engedjünk át senkit a támadó falon, és esetenként elérjük az irányítót, amikor passzjátékra kerül a sor. Ez talán a legkeményebb része a játéknak? Ezen azért lehet vitatkozni. Szerintem a legkeményebb része a játéknak a futókra, esetleg a fullbackekre. 3 mérők kapják a legtöbb ütést a mérkőzésen, de ugye mindenkinek megvan a saját véleménye, a saját listájáról, hogy mi az, ami a legkeményebb. Az a lényeg, hogy igazából szeretünk ütközni, ha védők vagyunk. Itt támadó falember vagyok. A futásoknál az én feladatom 4 másik csapattársammal együtt, hogy a futójátékosnak utat nyissak, illetve passzjátékoknál az irányítót védjük, és minél több időt biztosítunk neki, hogy sikeresen vihesse a passzkísérleteket. Mekkora bizalom kell legyen a csapattársaiddal? Maximális. A támadó fal, azt is szokták mondani, hogy ez egy csapat a csapatban. Nekünk ötünknek nagyon együtt kell mozogni, tudnunk kell, hogy milyen blokksémát játszunk, tudnunk kell, hogy mit fog csinálni a másik, közösen kell lereagálnunk a védelemnek az akcióit, arra megfelelő válaszokat kell adnunk, megfelelő ellenmozgásokat kell csinálnunk. Tulajdonképpen vakon meg kell bíznunk a másikban, azokban, akik mellettünk állnak. A játék komplex és sokrétű. Sokban hasonlít egy sakkjátszmához a szakemberek szerint. Egy kívülálló számára mindössze annyiban, hogy itt is két fél küzd egymás ellen. Mi a filozófiája ennek a sportnak, hogyha van ilyen? Filozófiája, én nem is filozófiát, hanem vonzó erejét mondanám, ami miatt ez igazán érdekes. Tehát ez egyszer mondták nekem, hogy ez olyan, mint egy élő emberekkel játszott sakkjátszma, ahol is igazából az emberek számára, ami igazán érdekes, hogy taktika is megmutatkozik, mellette viszont az agresszió és a kemény játék is ugye szerepet kap a pályán, ami mindig is érdekes volt az emberek számára, mindig szerették azt látni, hogy küzdenek valakik ugye azért a célért, hogy ugye mérkőzést, vagy adott esetben az ókorban a gladiátorok ugye a végső győzelmet megszerezhessék. Azt gondolom, hogy ez itt is szerepel, illetve az, hogy tényleg az edzőknek a párharca is a játékosokon keresztül, az, hogy ki hozza a legjobb taktikát, illetve hogy ki valósítja meg azt a taktikát a legjobban a pályán. Az edzéseken csak fizikai munka zajlik, vagy taktikai megbeszélés is? Mindenkettő, hát így kéne szervezni az edzések, hogy minden szegmens a játékból a játékosnak muszáj találkozni minden szegmens a játékból. Azt jelenti, általában szétdaraboljuk a
fizikális felkészülés, fürgesség, egyensúly, és stb. Plusz a taktika része, ami nagyon fontos, igen. Én nagyon sokáig voltam a hagyományos labdarúgásnak a rajongója, és 2009-ben megnéztem egy amerikai futballmérkőzést, és erre nagyon jól emlékszem. A Jacksonville Jaguars játszott a New York Jets-szel, és egy Maurice Jones-Drew nevű futójátékos egészen az egy yardig futott, ahol letérdelt, ami azt jelentette, hogy ahelyett, hogy ő szerzett volna pontot a csapatának, megállította az órát, és ezáltal a csapat tudott nyerni, habár ő nem is szerzett pontot, és ez nekem olyan szimpatikus volt, hogy azóta szerelmes vagyok ebbe a sportba, és egyre inkább jobban követem, és egyre mélyebben szeretnék vele foglalkozni. Mennyire életfilozófia ez a játékszellem? Vannak olyan elemek, amiket át tudunk építeni, főleg a csapatban való működés, a csapat kohézió, ez szerintem a civil, nem pályán töltött életben is nagyon jól lehet alkalmazni, illetve maga az amerikai fociból eredő, hogy is mondjam, életérzések azért átjönnek a hétköznapokban is. Megtanulunk veszíteni például, megtanulunk emelt fővel veszíteni, és megtanulunk örülni a győzelmeinknek. A csapatok 11 fővel játszanak. Számít az ügyesség, a gyorsaság, az erő, a bátorság, csak úgy, mint a jó logikai, taktikai készség. De a legfontosabb a már említett csapatszellem. Az, hogy valaki jó csapatjátékos legyen. Ideig nézni kell ezt a sportot, egy kicsit értelmezni, hogy megértse az ember, mert az elején, főleg amikor én annól elkezdtem 13-4 éve, akkor még én is csak annyit tudtam, hogy nagy darab, meg kisebb darab emberek egymásnak rohannak, aztán áll a játék, beszélgetnek, aztán megint egymásnak rohannak, de hogy ez sokkal többről szól. Ez kvázi egy sakkjátszma. Mi vagyunk a bábuk, az edzők, akik minket mozgatnak, és kicsit olyan, mint a Harry Potter világából a varázslósak. De te tudod, hogy mi van a hátad mögött? Tudnom kell, hogy mi van a hátam mögött, mi van mellettem és mi van előttem. Különben ezeket az információkat nem tudnám, akkor az én munkámat sem tudnám elvégezni a pályán. Mit gondolsz? Tudunk világszínvonalon teljesíteni idővel? Szerintem ez abszolút lehetséges, mint minden sportágból. Mindez igazából támogatásra van szüksége a csapatoknak, meg a sportágnak, hogy minél több féle módszertannal megismerkedhessenek. Itt leginkább az edzőkre gondolok, és az edző központokra. Ugye nekünk nagyon nagy szerencsénk van, hogy itt tudunk lenni, és ilyen körülmények között tudunk edzeni, úgyhogy ha minél több csapatnak lenne ilyen lehetősége, az nagyon sokat segíteni abban, hogy a sportág előre lendüljön. A Budapest Cowboys vezetőedzője Karim Trabelsi már 6 éves korától kezdve űzi ezt a sportot, és Amerikában tanulta a játékot. Mindenkinek másképpen a karakterének, a habitusának megfelelően igyekszik segíteni. Ráhangolódik a játékosaira. Rajta kívül még 6 pozícióedző segíti a munkát, a fejlődést. Lát-e igazi nagy tehetséget, vagy tehetségeket? Vannak az egyetlen akadály ennek, hogy ők tudnak ez a szinte utolérni, hogy a létesítménye, mi vannak a megadott létesítménye az országok, az iskolákban, vagy egyetem, vagy pályafelszerelés, stb. És az egész sportnak a hír neve, hogy azért ellátni egy kisgyerek, hogy lehet belőle egy profi amerikai foci Amerikában, azért nagyon hosszú az út, és ott azért a korosztály nagyon korán kezdenek ez a sportot játszani, ilyen 6 évesen már kezdenek, szerintem ők már 10-15 év előttünk van mindenféleképpen. Mi a rövid távú célkitűzés? A rövid távú célkitűzés egyrészt, hogyha csak az idei évet nézzük, az, hogy helyt tudjunk állni a bajnokságban, illetve ugye minél jobb eredményt érjünk el, ugyanis a tavalyi évben vissza kellett lépnünk a bajnokságból a koronavírusnak köszönhetően, és nem szeretnénk azt, hogy az idei évben ez megtörténjen, nem is fog, ezért dolgoztunk nagyon keményen. A játékosok számára ugye az, hogy szerepelni tudjanak, meg tudják mutatni magukat. Egyrészt a magyar bajnoki döntő az, ami óriási kihívás jelent, illetve ugye motivációt nekik, amikor is 5000 néző előtt a Hidegkuti Nándor stadionban szerepelhetnek, valamint ugye az ősz folyamán ugye válogatott mérkőzések szoktak lenni, amikor is ugye a büszkén mondhatom, hogy a Budapest Cowboys a válogatott közel egy harmadát adja, tehát a 45 fős szűk keretből 15 játékos a mi csapatunkból érkezik, tehát a magasabb szinten játszó játékosoknak a magyar válogatott szereplés még az, ami külön motivációt jelent rövid távon. És elképzelhető, hogy nemzetközileg is be fog törni mondjuk a magyar válogatott?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Most jelen pillanatban a B csoportos Európa-bajnokságban szerepel a magyar válogatott, ahol még Törökországgal, valamint Izraellel fognak megmérettetni. Ugye ez a tavalyi évben lett volna, viszont ugye elhalasztották a koronavírus miatt az idei évre. Hogyha ezeket a mérkőzéseket megnyerjük, akkor felkerülünk az A csoportos Európa-bajnokságba, ami a legmagasabb osztályt jelenti az európai-amerikai futballban. Úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen szinten föl tudunk zárkózni, amit viszont látni kell, hogy nagyon nagy a lemaradása akár Európának, akár Ázsiának és egyéb területeknek is az amerikai, az őshonos amerikai futballhoz képest. Tehát ez az, amiben óriásit kell még nemzetközi szinten is fejlődni, hogy tényleg magasabb szintre léphessen ugye az amerikai futball Amerikán kívül. A Budapest Cowboys egyelőre kétszeres magyar bajnok első és másodosztályú amerikai futballcsapatokkal. 2014-ben jött létre a Budapest Cowboys és az Új Buda Rebels egyesülésével. Az egyesület folyamatosan keresi az utánpótlást, a fiatal tehetségeket. A következő toborzójuk március 27-én reggel 10-kor lesz a Tihi Lajos Sportcentrumban. Mivel a koronavírus járvány miatt számos az egészségvédelmét szolgáló intézkedés van érvényben az országban, Kispesten is lemondták a programokat, rendezvényeket, intézmények zártak be ideiglenesen. A mi műsorrendünk is igazodik a jelenlegi helyzethez. Ezért most az aktuális beszámolók után válogatást láthatnak az elmúlt időszak riportjaiból. Az idén elmaradnak vagy az online térbe kerülnek a március 15-i megemlékezések. Mi most az előző évek megemlékezéseiből idézünk önöknek. A Károlyi Gimnázium fiatal történelem tanára a 2017-es ünnepségük kapcsán azt mondta, szükség van arra, hogy időről időre letöröljék a történelemkönyvek sokszor már-már poros borítóit, és friss, mai formában tálalják a diákoknak a régmúlt eseményeit. Azért fontos ez, mert sokszor a hagyományos, megszokott fordulatokkal dolgozó megemlékezések nem juttatják el egy-egy ünnep, egy-egy évforduló valódi üzenetét a gyerekekhez. Ennek megfelelően akkor rendhagyó ünnepi műsorral emlékeztek meg a Károlyi Gimnáziumban március 15-éről. 1978, ez egy ünnep, két nap múlva március 15-e. Azt figyeltem meg, hogy manapság lebeg szokás a kereskedelmi csatornánál, hogy az utcában kérdezik az 1948-as forradalom szabadságharci történéseivel kapcsolatban. Mi a jelentőségük ezeknek? És meg kell valam az eredmények elkeserítve. Nézzen, tegnap érkeztem haza Magyarországon, és ott volt szerencsém látni egy hasonló műsorot. De meg kell, hogy mondjam, hogy nem bírtam túl sokáig nézni. Én tudom, hogy azért kaptam meghívást, hogy a mai tendenciáktól elvonatkoztat a beszélt a 48-as magyar forradalomról, mint olyanról, de megint arra kell rájönnöm, hogy a magyar közember mennyire nem érti az esemény lényegét, és főként arra, hogy mennyire kontextusából kiragadva kezeli annak információ morzsáit. Ehhez meg mi itt a tévében? Szokásos kedvelni műsor? Város tévé, a kedvenc műsor. Ismétlik a tegnap esti adást azzal a történésszel. Igaz, hogy néha magpár hagyod ezt a dolgot, és azért van egy stílusra, de nagyon sok érdekes dologra is rávilágít. Hát azért még mindig jó, mintha a kommentrán lenne, nem? Márpedig mindjárt lesz, hogy kapcsoljuk eredetőn magamból, abban rá van élet. Nem a nemzeti dallal, és nem is a 12 ponttal kezdődött az ünnepi megemlékezés az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra a Károlyi Mihály kéttannyelvű gimnáziumban. Egy izgalmas, mindenképpen formabontó előadást állított össze diákjaival az iskola történelem tanára, Boda Benjamin Gábor. Sok iskolai ünnepséget végignéztünk, és hát azt láttuk, amit tulajdonképpen itt a darab második képébe bemutattunk, hogy bizony az utolsó sorok, ami már középtájtól unják a szokásos nemzeti dalt, mert 12 pontot. Hát én ezeket soha nem untam, még diákkoromban sem untam, de mindig bántott, hogy teljesen közönnyel állnak a nemzeti ünnephez. Úgyhogy ennek a műsornak az is célja volt, hogy esetleg néhány diákot ráébresztünk, hogy jobban meg kéne becsülni az ilyen napokat. Hogy született a műsor? Megkaptuk ugye szeptemberben a feladatot, hogy a én osztályom készítse el a március 15-i megemlékezést. A gyerekek is mondták, hogy jó lenne valami nem szokványos. Az eredeti koncepció az maga a bánkban lett volna egy olyan 20-30 percben így modernizálva. Arra azt mondták, hogy nem biztos, hogy az lenne a jó ötlet, és akkor így kitaláltam ezt, hogy bemutatunk egy nagyobb vidéki városban játszódó történetet.
egy március 14-ét, amiben van reggeli családi beszélgetés, iskolai megemlékezés, esti színház, és akkor egy kis tanulság is a végén. Modernizálni kell, mert folyamatosan ugyanazt halljuk, és a diákok unják, tehát amint láthattuk a sorban is, tehát beálltunk sorban, és a hátsó rész fonta a haját, telefonozgatott, ilyesmi, és ez nagyon nem tetszik pár embernek. Hát közöttük nekem se. Azért modernizáltátok ezt az egész megemlékezést, hogy odafigyeljenek az emberek, hogy végre újra átéljék azt a lelkületet, ami akkor volt. Szóval, hogy szerinted miért volt fontos az a forradalom az akkori fiataloknak? Hát, tudatni akarták a saját gondolatokat a többiekkel, hogy ők mit is gondolnak erről, ki merték mondani azt, amit mások nem, és hát igen, egy forradalmat csináltak. A majdnem 170 évvel ezelőtti történelem érthető módon sokszor akár már mesekönyvszerű a mai fiatalok számára. A márciusi ifjak tennivágyását, lázadását, szabadságvágyát és lendületét a mai megemlékezések sokszor nem tudják visszaadni. Nem éreztetik eléggé a forradalom erejét, jelentőségét, egyáltalán helyét a magyar és az európai történelemben. A 48-as magyar forradalom történelmi sor. Ugyanis az európai forradalmak sorában az egyáltalán, melynek kitörésekor együtt van egy törvényhozó testület, ez a Pozsonyi Rendi Országgyűlés. A Pozsonyi Rendi Országgyűlés, ami a 13. bécsi forradalom hírére, már 15-e délelőttként küldöttséget küldött Bécsbe, a mindkét kamara által elfogadott feliratot 5. felnőtt királyhoz. Én nem szeretek szerepelni alapvetően, de végül így tetszett az ötlet, hogy nem ez a hagyományos ilyen nemzeti dalfelolvasós ünnepség lesz, és akkor úgy gondoltam, hogy én is segítek. És eleinte csak a technikai részébe, ugye a videóknak a vágásába, felvételébe, de később aztán úgy döntöttem, hogy én is szerepelni fogok. Miért döntöttél úgy? Hát igazából maga az egésznek az üzenete tetszett. Mi volt az üzenete? Hát nagyon sokféle, ugye az én generációmmal szemben ugye elég sok kritika benne volt. Megnézhettük azt, hogy az utca embere valójában ugye mit tud március 15-éről, ami egy nagyon érdekes kísérlet volt szerintem, mert láthattuk, hogy igazából az emberek nagy része nem tudja, hogy mi volt a lényege az egésznek. Valami Petőfi, nem? Jó, Petőfi László? Ennyi. Ugye itt az volt, hogy ez ilyen hasznunk ellen a forradalom volt, ugye, hogy magyarok megszerezzék az állami jogaikat, és ez emellett beírtak a 12 pontot, amit aztán törvénybe is iktattak. Ilyen ugye például a törvény előtti egyenlőség, vagy a cenzúra eltörlése, jobbátlan szabadítás, és ezek. Petőfi, Pébetus, Pirvac, Petőfi, az iskolában szokott lenni a ünnep, meg kokáda, meg fekete-fehérbe szoktunk öltözni. Miért fontos megemlékeznünk erre a forradalomra? Tulajdonképpen ugye a szabadságvágy miatt fontos ez, hogy ne hagyják magukat elnyomni, manipulálni.
És ugye itt a forradalomról beszélünk, mert arról kaptam a kérdéseket, hogy miért lényeges, hogy egy másik fogalom jutott nekem eszembe, hazaszeretet, és hogy ez egyszerűen ez senkinek nem jut az eszébe ilyen nemzeti ünnepek alkalmában, nagyon kevés diák érzi azt, hogy ezért tenni is lehet valamit, és csak ennyi volt a célja a műsornak, hogy 500 diákból, ha 5-en elgondolkodnak rajta, hogy március 15-e nem csak arról szól, hogy otthon vannak, és akkor számítógépezni tudnak, és van egy szabad napjuk, akkor az már jó volt tulajdonképpen. Mert hogy a Károlyi gimnáziumban mintegy 500 diák jár, akik valamennyien két nyelven tanulják a középiskolai tananyagot. Az érettségivel megkapják a spanyol felsőfokú nyelvvizsgát, és mellette tanulják az angol, a német vagy az orosz nyelvet. Aki akar, portugálul is tanulhat. A márciusi ünnepség keretében minden évben Károlyi díjjal jutalmaznak egy kiválasztott tanárt és egy diákot. Az a pedagógus részesülhet kitüntetésben, aki a nevelőtestület közmegbecsülését élvezi, osztályfőnök legalább 4 éven keresztül, vagy azzal legyen rangú felelősségteljes munkát végez. Az ifjúság nevelésében szaktárgyai tanítása mellett fontos feladatokat vállal, és legalább 5 éve az iskola főállású pedagógusa. A nevelőtestület szokott szavazni, hogy ki az a kollega, tehát magunk közül választjuk ki ezt a kollégát. A végső döntés végül is az igazgatója, az intézményvezetője, de én amióta igazgató vagyok, mindig a nevelőtestületnek a döntését követem. És van egy diákdíjazottunk is, 12. évfolyamos, azaz végzős diákokat preferálunk erre a díjra, de végül is a kiírás szerint 11. évfolyamos is megkaphatja. Tanulmányi eredménye ennek a diáknak elméleti tantárgyakból többségében jeles kell, hogy legyen, de a többi sem rosszabb jó osztályzatnál. Magatartása és szorgalma példás, és valamilyen tevékenységében az iskola jó hírnevét erősbíti, vagy erősbítette az iskolai falain kívül is. Még szeretném azt hozzátenni, hogy itt a díjazottak azon felül, hogy megkapják az emléklapot, és ez most inkább egy ilyen kis emlékfa könyvecske. Átalakítottuk ezt is egy pár éve, hogy modernebb legyen ez a klasszikus oklevél emléklap. A nevüket résztáblára gravírozva kitesszük az aulában, de úgy éreztük, hogy ez nem fed le minden területet, mert vannak olyan diákjaink, és mi nyilván más iskolákban is vannak, akinek pont a tanulmányi teljesítménye esetleg nem példás, meg nem jó, de minden egyéb szempontból kiváló, és az iskolának sokat segít, az iskola jó hírét öregbíti. Úgyhogy alapítottunk egy másik díjat is, amit mindig a ballagáskor adunk át. Álvaro díjnak hívjuk, az első ilyen diákunk, akinek a kapcsán fölmerült, hogy valahol meg kéne köszönni az ő segítségét, ahol viszont nem a tanulmányi eredmények alapján döntünk. A hagyományok ápolását tehát sokféleképpen el lehet képzelni és meg lehet valósítani, főleg a nyitott, mindenre kíváncsi diákok körében. Március 15-ével kapcsolatban fontos kérdés, vajon mit értenek, éreznek mindebből a mai tinédzserek, mennyire tudnak azonosulni a márciusi ifjak lelkületével? Hogyan értelmezik azokat a szavakat, mint elnyomás, szabadság, függetlenség, haza és annak szeretete? És egyáltalán, milyen üzenete lehet a forradalomnak a mai élő iskolások számára? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ a Kós Károly Általános Iskolában. Most
A múlt az nagyon fontos, hogy megemlékezzünk róla, és nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mi miért történt a múltban, nehogy ma is előforduljon ez még egyszer, mint például ez a forradalom is egy elnyomás miatt történt, és nem szabad, hogy ma is bármikor is elnyomásban kerüljünk. Mindig volt kokárda rajtam, most is van. Általában 14-én, 15-én mindig van kokárda. Mi tartozik még az ünnephez? Hát nálunk mi mindig megnézzük otthon az ünnepélyes zászlófelvonást, meghallgatjuk a himnuszt, és utána megemlékezünk róla. Hogyan lehet a mai gyerekeket bevonni, úgyhogy jelen legyenek? A mi műsorunkban most azt próbáljuk elérni, hogy egy olyan napot bemutatni, amelyik most 2019-ben játszódik, és mit hallhatunk akár az iskolában, akár otthon, akár a rádióból, ezekről az eseményekről, és hogy mi az, ami minket ebben megfoghat. Az előadás is úgy kezdődik, hogy ébresztő. Jó reggel, tessék, felkelni. Hát nem akarok még felkelni. Én sem akarok még felkelni. Kelj fel, kislányom, menni kell az iskolába. Nem akarok felkelni. Nem akarok iskolába menni. De hát kislányom, te vagy a tanár. Jó reggelt kívánunk, ez itt a Petőfi Rádió reggeli műsora, továbbra magyar. Föltámadt a tenger, minden csepp a mi emberünk. Sorra születnek a számok, szóval számolni kell velünk. Sodródunk az áral, ez a szavak tengere. Egy mederbe ömlik össze költészet és repszele. Születnek ötletek, összecsengő összetett. Rímek zúdulnak, partra sodródnak a közhelyek. A basszustól remeg a plafon, morajlik szúg a plot. Ti is fogjatok tólat és hullámozzatok. Árbolc és viborla, nem egymás viborva. Egy céke a pilóta, ami a szívén kimondja. A betűk feletti hatalma, testvérnök sugárt. Mi a műsorunkban 1848. március 15-ét jelenítjük meg. Az pedig nem egy véres forradalom és szabadságharc, hanem egy ünnepi nap, ahol aminek sok vívmánya volt a magyar történelemben, és mi Petőfi szemszögéből láthatjuk az eseményeket, és úgy, ahogy esetleg egy 21. századi gyermek láthatja. Petőfi igazi politikus és életrajzi költő volt.
életének minden fontos eseménye megjelent valamelyik művében. Ez a forradalom időszakában is jellemezte. Költészete nem volt egysíkú, nem koncentrálódott egy dologra, témára, hanem folyamatosan reagált a politikai, társadalmi helyzet és hangulat változásaira. Ha kellett, buzdított, ha kellett, ostorozott, ha kellett, gúnyverset, csatadat, kiáltványt írt, és ha kellett, megpróbálta újra és újra harcba szólítani a magyarokat. A magyar irodalom legismertebb és legnépszerűbb alakja, a népköltészeten alapuló műköltészet megteremtője. Feltámadott a tenger, a népek tengere. Ijesztve eget, földet, szilaj hullámokat vett rémítő ereje. Látjátok ezt a táncot? Halljátok a zenét? Akik még nem tudtátok, most megtanulhatjátok, hogyan mullat a nép. Ki áll hozzád közel személyiségét tekintve? Ki az, akit példaképnek tudnál választani? Petőfi Sándort, én legalábbis, mert ő vezette ugye bár az ifjúságot, és ő az én példaképem ebben a történetben. Nekem Petőfi az egyik, aki legnagyobbnak tűnik. Kossuthról nem túl jó a véleményem az utóbbi időben, mert van a Nemzeti Múzeumban egy Görgei Artúr kiállítás, és ott igazából leírják, hogy Kossuth hogy hagyta el az országot 49-ben, amikor elkezdett összeomlani minden. És már külföldről küldött egy levelet körbe az országban, Bulgáriából, azt hiszem Várnából, hogy igazából ez nem miatta történt ez az egész rossz, hogy összeomlott a forradalom, a szabadság, hanem Görgei miatt. Te gyávának érzed? Hát egy szinten, de persze megértem, hogy miért menekültem egyébként, hogy az országban maradt volna, biztos, hogy felakasztották volna. El tudod képzelni, hogy mondjuk ma Budapest utcáin ehhez hasonló történelmi esemény előforduljon? Hát igazából lehetségesnek vélem, és csak egy ember kell, aki a tömegnek az élére áll. Azért fontos 1848. március 15-e, mert hogy fordulópont a magyarság történetében. Azt, hogy igenis egy európai forradalmi láz söpört végig a kontinensen, és hogy ennek részesei voltunk, és tudtunk kiállni a saját magyar érdekeinkért. Március 15-e a legnagyobb nemzeti ünnepünk, hiszen éppen az 1800-as évek közepe az az időszak, amikor a nemzet fogalma megszületett. Az emberek elkezdtek magyar nemzetben gondolkodni, és a fókusz a birtokos, jobbágy, paraszt vagy polgár megkülönböztetésről átkerült a hasonlóságra, a közös nyelvre és kultúrára. Ettől a legnemzetibb nemzeti ünnepünk március 15-e, amikor az 1848-as márciusi forradalomra és a szabadságharc kezdetére emlékezünk, fogalmazott Zuborné Salai Márta, a Kós Károly általános iskola igazgatója. Az 1848. március 15-i események ma is a szabadságot, az egyenlőséget juttatják elsőként eszünkbe. A márciusi ifjak által megfogalmazott 12 pont nyitó sorai örökérvényükké váltak. Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés. Első. Kívánjuk a sajtó szabadságát, cenzúra eltörlését. Második. Felelős minisztériumot Budapesten. Harmadik. Évenkénti országgyűlés Pesten. Negyedik. Törvény előtti egyenlőséget, polgári és vallási tekintetben. Ötödik. Nemzeti jólsereg. Hatodik. Közös teherviselés. Hetedik. Úrbér viszonyok megszüntetése. Nyolcadik. Esküdcék. Képviselet egyenlőség alapján. Kilencedik. Nemzeti bank. Tizedik. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra. Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre. A külföldieket vigyék el tőlünk. 11. A politikai státusz fogjuk szabadon bocsátassanak. 12. Unió. Egyenlőség, szabadság, testvériség. Ami megfogott az, hogy sorról-sorra mentek különböző épületekbe, és végigértek egész Budapestet, és hogy tudtak vezetni egy ekkora tömeget, és ez fogott még igazából legjobban. Szervezetten tudtak közlekedni. Mit jelent az, hogy a legnagyobb magyar? Neked mit jelent? Hát nekem azt jelenti, hogy ha valaki az országért olyat tesz, a nemzetért, ami tényleg nagy, és erősíti ezzel a nemzeti öntudatunkat, tehát hogy valamitől elismerté válik az ország. Nem, én nem használtam, te mondtad nemzeti öntudat. Mit jelent ez neked ebben a korban? Hát hogyha egy elnyomó nemzet árnyékában élünk, akkor általában az emberekben benne van egy olyan, hogyha most mi egy Habsburg monarchia elnyomását élünk, akkor benne van az emberekben, hogy én nem Habsburg vagyok, hanem magyar. Mit jelent az, hogy elnyomás? Hát, hogyha
egy nép a másikat vagy katonai erővel, vagy bármivel nem hagyja, hogy kiteljesedjen. Mit jelent az, hogy kiteljesedés? Hát azt jelenti, hogy azt csinálnak, amit akarnak. Olyan törvényeket hozzanak, amik maguknak jó, tehát, hogy maguk irányíthatják önmagukat. Forradalom az szerintem ilyen végső megoldás, igazából tüntetésekkel lehet kezdeni, el kell mondani, hogy mi a véleményünk, és hogyha azt nem engedik, hogy ezt mehetünk mondjuk, akkor kell igazából szerintem forradalmat alkalmazni, és forradalom akkor törhet ki. Mindig is fogunk tudni új és új szemszögből vizsgálni ezeket az eseményeket, új és új szemszögből megjeleníteni, és úgy gondolom, hogy a műsorunkban is egy kicsit új szemlélet is látszódik. Minden iskolában, óvodában emlékeznek valamilyen módon az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra. A gyerekek már egészen kicsi korban megismerkedhetnek az akkor történtekkel, persze koruknak megfelelő módon, elsősorban játékos, verses, mesés formában. A Zöldágacskó óvodában például egészen különlegesen készültek erre az ünnepre. Régen az embereknek egy császár parancsolt, de ez a császár nem volt jó és igazságos uralkodó. Sokan szegénységben éltek, és előadatlanok voltak. Egy napon, éppen március 15-én, egy pár fiatal ember elhatározta, hogy ennek véget kell vetni. Egy kávéházban összegyűltek, és leírták a papírra, mit szeretnének a magyar emberek. Szerették volna, ha egy minden ember elolvassa, ezért az utcán álltak. Ott egyre többen csatlakoztak hozzájuk. A végére egy nagy tömegi állt. A császár, amikor megtudta, hogy el akarják küldeni, katonákat hívott össze, és megtámadták a magyar embereket. De a magyar férfiak nem hagyták magukat. Bátran harcoltak a császár katonái ellen, ameddig csak bírtak. Ezekre a hősies magyar huszárokra emlékezünk március 15-én.
A műsorban a gyerekek többek között mesés formában hallhatták az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történetét. Gergő 6 éves, a Katica csoportba jár, és mint a gyerekek általában, ő is nagyon szereti az ünnepeket. Most is nagyon élvezte a műsort, és persze az egész heti készülődést is. Hogyan készültetek március 15-ére itt az oviban? Hát csináltunk lovagokat, és kitettük a falra, és elvittük a Kossuth szoborhoz. És milyen volt ez a műsor, amit előbb láttatok? Mi volt benne? Énekelés, még egy kicsit előadtak, még egy műsort is, aztán még. És kik adták elő? Agnéni, Csillanéni, aztán még a többi, Ovo néni, Ivet néni. És tetszett neked? Mi tetszett benne, el tudod mondani? Céneklés. Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje, ha még egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el kell menni. A műsorban volt mese, vers és ismert dalokat is meghallgathattak az óvodások. Ebben az előadásban az volt a különleges, hogy nem a gyerekek adták elő, ahogy általában szokás, hanem az itt dolgozók. Honnan jött a műsor ötlete? Hát úgy volt ez, hogy ilyen tintagokat választottunk beletosztva az egész óvoda, és mindenkinek valamilyen olyan közösségért végzett valamilyen tevékenységet kellett választani, és a mi csoportunk, 8 fő, az óvodából ebben mindenki benne volt, a dadus nénik, az óvó nénik, és választottunk egy ilyen műsort. Először téli műsort szerettünk volna, de aztán az úgy nem jött össze, és akkor utána úgy gondoltuk, hogy akkor a következő ilyen megemlékezés az március 15-e, és erre elég sűrűn próbálgattunk már egy jó 2-3 hete. És hogyan állították össze a műsort? Hát néztük az interneten, meg hát ugye van Tarsolyunkban már azért jó pár ilyen március 15-i versek, amit a nagyobbaknak is már tanítunk, és mindenki hozott valami ötletet, hangszereket is bevontunk, és szépen a gazdaság is, Kriszti néni, ő lelaminálta szépen ezeket. Hát mindig változtattunk rajta úgy, hogy mire a végső előadás, a végső műsor összeállt. És mennyit próbáltak, és hogyan zajlottak ezek a próbák így azért a munka mellett? Hát igen, nehéz volt összeegyezteni, de azért meg tudtuk oldani. Amikor a gyerekek lefeküdtek pihenni, akkor kijöttünk a csoportból, Lajos nénik is elmosogattak, és akkor olyan 1-2-től 2-ig tudtunk próbálni. Az utolsó időben már szinte minden nap, tehát múlt héten már így minden nap próbáltunk, azelőtt kevesebbet, úgyhogy így fokozatosan. Általában, amikor ilyenkor sokszor a gyerekek adnak elő, hogy miért ez az ötlet volt, vagy ezzel mit tudnak adni a gyerekeknek? Hát egy kis plusz tudunk adni, olyan dalokat is hallhatnak, amit esetleg felnőttektől ugye hallották, vagy amiket még nem ismernek, és ez is egy kicsit a hazafiságra nevelés, és a magyarság tudatot erősíti bennük. Ugye a kicsebbeknek még elég éppen, hogy van egy szép zászlónk, meg kokárnánk, milyen színű, tehát így fokozatosan, nagyobbak már jobban megértik, ugye katonák, ez a fiúkhoz amúgy is közelebb áll, és akkor így ez volt az ötlet, hogy azért mégis olyan kis dalocskákat adjunk elő, meg verseket. A Zöldágacska óvodában minden jeles ünnepre készülnek a gyerekekkel együtt, ez most sem volt másképp. Azt szeretnék, hogy e jeles nap élmény legyen a gyerekek számára, és átélhetővé váljon ezáltal a nemzeti ünnep is. Mit tudnak a gyerekek erről a ünnepről? Mit lehet ilyen korban átadni nekik? Hát ebben a korban igazából egyrészt ugye a tavasz, és a tavaszt, illetve hát a szabadságnak a szellemiségét próbáljuk egy nagyon-nagyon rövid kis történelmi ízelítővel, hogy tulajdonképpen milyen esemény történt ekkor, és hát a dalokkal, a versekkel, az énekekkel, a mozgással, és hát egy jó kedvű, egy jó hangulatú napot szoktunk ilyenkor szervezni. A gyerekek is készültek erre a napra, vagy a héten készültek? Így van, készültek egész héten, különböző vizuális technikákkal megvalósulható eszközöket gyártottak, csákokat, kardokat, különböző képeket festettek, ragasztottak, vágtak, voltak kint a Kossuth téren, kirakták, amiket ők elkészítettek, illetve hát a dekorációt is ez biztosította, és hát emellett verseltek, énekeltek itt az óvodában.
Miután a műsort megnézték a gyerekek, mindegyik csoport egy-egy ünneppel kapcsolatos verset mondott el közösen. Az óvodásoknak nagyon tetszett ez a program, ezért elképzelhető, hogy jövőre is láthatják óvónőiket, dadusaikat újra fellépni. Rendhagyó volt a tavalyi megemlékezés is. A szivárvány óvodások és a vasiskolások önkormányzati támogatással a Nemzeti Múzeumban emlékeztek meg az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról. Ezt az ünnepséget még éppen meg lehetett tartani az első korlátozások előtt. A himnusz közös eléneklése után Hiller István, az országgyűlés alelnöke, Kispest országgyűlési képviselője ünnepi beszédében arról beszélt, hogy a magyarság és a szabadság gondolata hogyan fort össze 172 évvel ezelőtt, és hogyan emlékezik az akkori tettekre a ma nemzedéke. Érdemes tehát feleleveníteni néhány gondolatot, néhány személyt, néhány tettet, különösképpen itt a Magyar Nemzeti Múzeum aulájában. Hiszen nem úgy kezdődik egy forradalom, hogy egyszer csak előző este vagy aznap reggel fiatalok úgy gondolják, hogy elég volt abból, ami tegnapig volt. Nagyon is előkészített sok mindent az a tett, amelyet évtizedekkel a forradalom kitörése előtt Széchenyi Ferenc tett, tudnilik létrehozta a Magyar Nemzeti Múzeumot, és átadta mindazt, amit később családjának számos tagja az úgynevezett reformkorban képviselt, és közülük is a legkiemelkedő, akit azóta is a legnagyobb magyarnak hívunk és emlegetünk, Széchenyi István tett. És azok a sokak, lehet, hogy csak olyan, aki a pozsonyi országgyűlésen Kossuth szavai jegyzetelte, aztán másolta, és továbbadta, hogy sok mindenki más is olvashassa, és megismerkedhessen vele. Vagy azok, akik csak figyelemmel kísérték a híreket, továbbadták és elmondták, hogy magyarul beszélni, magyarul gondolkodni, mindezt összekapcsolni azzal, ami Európa szerte történik, egy nagyszerű dolog. Éppen ezért 172 évvel ezelőtti gondolatok nagyon is lehetnek korszerűek. Nem úgy van az, kérem, hogy akik régen éltek, azok sokkal kevésbé voltak okosabbak, mint mi, mert úgy van, hogy minél több idő eltelik, az ember annál bölcsebb nemzedékeken keresztül. Szép lenne, mert akkor mi lennénk a legbölcsebbek. De hát nem így van. Úgy van ez, hogy vannak nemzedékek, vannak korszakok, ahol és aki nagyszerű gondolatokat nem csak megfogalmazni, hanem végrehajtani is képesek. Vannak, akik összetudják kapcsolni magyarság és európaiság ügyét. Vannak, akik azt mondják, hogy Párizsra fordítsátok figyelmeteket, és vannak, akik tudják, hogy bár szeretni kell ezt a hazát, úgy érdemes a leginkább szeretni, hogy mindezt együtt a nemzettel, békében másokkal, előbbre véve az következőknek. A legjobb nemzedékek mindig többet tudnak átadni a következőknek, mint amennyit ők kaptak az előnöktől. Hiller István hangsúlyozta, a ma élő generációnak is felelőssége és kötelessége ezeket az értékeket megőrizni és továbbadni az utánunk jövő nemzedékeknek. Az ünnepségen a kispesti szivárvány óvoda gyermekei és a Vas Lajos általános iskola diákjai léptek fel. Most, ha kell, halni nem mert.
név, megint szép lesz. Méltó régi nagy híréhez, mit rákettek a századok, levossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveit. Kispest önkormányzata és a Magyar Nemzeti Múzeum összefogásaként a kispesti óvodáknak lehetőségük volt arra, hogy múzeum pedagógiai foglalkozásokon vegyenek részt, amelyek témája az 1848-49-es forradalom és szabadságharc volt. Eddig már több mint 200 kispesti óvodás vett részt a múzeum által szervezett programokon. 2-3 év óta van együttműködés a kispesti önkormányzattal, amelynek a keretében hozzánk érkeznek óvodás csoportok. Ezek az óvodás csoportok különböző foglalkozáson vesznek részt, volt már őskori, lovakkori, viszont idén nagyon sokan kérték a 48-as programot, a 48-as múzeumi meséket, amely ennek az eseménynek volt a bevezetője. Ők részt vettek ezen, megismerkedtek a március 15-i eseményekkel, azokkal a jelképekkel, amit azóta is minden nap kitűzünk, hordunk, ami megjelenik a zászlón, egyéb ilyen fontos eseményekkel és jelképekkel, és ezzel készültek erre az eseményre, illetve fel is készítették őket egy műsorral, ami még inkább elmélyítette bennük ezt az élményt. Egy tehetséggondozó program részeként a Szivárvány óvoda sikeresen pályázott a hazai és határon túli óvodai tehetségkibontakoztató programok támogatása pályázaton. A múzeumi ünnepség ennek része, mert a pályázat egyik kitétele, hogy olyan programon vegyenek részt a gyerekekkel, melyel sok emberhez eljutnak és értéket közvetítenek. Az eseményen részt vett Gajda Péter Kispest polgármestere, Vincek György alpolgármester, Vak Ferenc a külső pesti tankerületi központ igazgatója, Parócai Anikó és Teknős Ferenc önkormányzati képviselők, valamint a Csókalkői önkormányzat delegációja, akik nemrégiben kapcsolódtak a Kispestről induló, török-magyar óvodásoknak szóló kulturális programhoz. Yeah.
Adásunk után ismét Nick Kárpát, Guinness Recorder erőművész mutat hatékony gyakorlatokat az idősebb korosztálynak. Legfrissebb híreinket megtalálják Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Híradóval és magazinműsorral egy hét múlva várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Üdvözlök mindenkit szeretettel, a mai nappal elkezdjük újra a tornát. Ha nem is személyesen bent a teremben, hanem így online a tévé és a képernyő előtt, szeretettel mindenkit még egyszer köszöntök, és vágjunk bele, kezdjük a tornát, jó? Bátran. Először mozgassuk meg a karjainkat, a kezeinket, és megyünk szépen sorba. A kezeinket mozgatjuk meg. Fölemeljük ilyen magas tartásba a kezünket, ennyire behajtott könyökkel, és először az ujjainkat mozgatjuk, mert ez nagyon könnyű gyakorlat, megmozgatjuk. Utána lefelé tartjuk a csuklónkat, vissza az ujjakat, lefelé, vissza, oldalra. Ezen lehet kicsit mosolyogni, de kell. Most pedig kifelé, majd befelé forgatjuk a kézfejünket. Most az egész könyököt mozgatjuk meg, jobbra fordulunk egy kicsit, és balra. Jobbra, balra, lengedjük a kezünket, és elől fölemeljük magasba. Egy, vissza a lábunk mellé, kettő, vissza a lábunk mellé, még egyszer, és elég, kicsit lerázunk a kezünket. Oldalemelés válmagasságig, tehát nem kell följebb, visszaengedjük a combunkig. Emeljük a kezünket, még egyszer, válmagasságig, lengedjük. Még egyszer válmagassági, leengedjük, és most föl. Találkozik a kéz, és vissza. Terpeszállás, kicsit rogyasztunk a kezünket. Előre, hátra, olyan, mint a hinta. Úgy. Rogyasztunk, megy a kéz. A magasság lehet az arcunk magasságaig, emeljük a tenyerünket. Ez nagyon jó. Még egy picit. Még egy picit, és fönn találkozik a kéz, letesszük a combunk mellé, megállunk egyenesen. Csináljuk egy kis válkörzést. Egy, kettő, vissza a lábunk mellé, három, négy, öt, hat, hét, és nyolc. Nagyon jó. Most ez hátrafelé történt, most előre. Egy, kettő, három, 4, 5, 6, 7, 8. Az egyik kezünk a combunknál van, a másik kezünket fölemeljük, és csak megérintjük a fülünket. Talán nem is olyan egyszerű. Másik kézzel is fölemeljük, átvisszük, megérintjük a fülünket. Még egyszer megismételjük, letesszük, még egyszer, és egy utolsó. Megérintjük a fülünket, és most az ellentétes oldalon. Jó. Csípőre a kéz. Nagyon lassan csináljunk egy fejkőzést. Jó, én jobbra kezdem, ti is kezdjétek jobbra, jobbra. Lassan. Mindenki lassan csinálja, nem gyorsan teker. És próbálja a fejecskéjét szépen ilyen nagy körívet csinál a fejével. Még egy kicsit csináljuk. Jó, itt középen megáll. Egy pillanatra fölnézünk, és az ellenkező irányba. Forog a fejünk. Még egy kört. Még egy kört csinálunk. Még egy kört. Középen megállunk. Még nincs vége. Fejbiccentés előre. Egy, kettő, hátra, előre, egy, kettő, hátra, előre, egy, kettő, hátra, megállunk, és most ez a biccentés jobbra és balra, egy, kettő, egy,
1, 2, utolsó, és kész. Helyben járunk, figyelj! Most még ez nagyon könnyű, a könyökünket is emeljük föl, és ehhez próbálunk fölemelni a térünket, 1, másikat, és így, 1, 2, emeljük a térünket. Nagyon jó, ha valaki meg tudja érinteni a könyökével a térdér. Úgy, még egy kicsit, és jó. Megállunk, szintén lerázzuk a kezünket, és csinálunk egy laza törzs fordítást, törzskörzést. Törzskörzés. Szerintem hátrafelé mindenkinek egy kicsit nehezebb, előre könnyebb. Másik irányba is hátra dőlünk, csinálunk egy szép hátrakörzést. Jó, elég. Megállunk, és csak oldalra. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Még egyszer. 2, 3, 4. Szintén lerázzuk a kezünket. Nyújtva a kéz oldalt. Itt csinálunk, mint egy ilyen nagy kaszálás lennénk a réten, és így a növényeket így próbáljuk így lekaszálni a tetejét. Ez el lehet fordulni. Egyedül a lábunkat helyezzük a talajra, az nem mozog, az meg sem mozdul. És forgatjuk, de nyújtott kézzel, ha lehet. Tehát emeljétek fel a kezeteket, és amikor így elfordulsz az egyik elől, másik hátul, teljesen szabadon, úgy szépen pörgeted, és megáll. Kezünket így fölfelé tartjuk a tenyerünket, olyan, mintha valami súlyt kéne kinyomni. Mindenki érezze azt, hogy ez nagyon nehéz. Páros kézzel. 1. Föltolom. 2. Föltolom a kezem a fejem fölé. Még egyszer. Föltolom a kezemet. Egy kicsikét rá lehet játszani, úgyhogy így nehezebben tolom. Tehát úgy nem csak fölemelem, hanem meg is nyomom. Hú, de nehéz. Úgy. És még egyszer fölnyomom a kezemet. Jó, leengedem. És most váltva. Kicsit megrázom magam, lerázom. Váltva. 1, vissza, 2. Jobb, vissza, 2. Jobb, vissza, 2. És még egyszer. Ennyi volt. Csináljunk egy nagy terpeszt. Mindenki akkorát, amekkorát elbír, olyan helyzetben, hogy kényelmes és stabil. Most pedig csinálunk egy nem teljes guggolást, egy kis rogyasztást. Ennyi. Jó? A térd befelé egy kicsit, picit, jó. De szabály, hogy nem emelhetjük fel a sarkunkat. Rogyasztás. 1, 2, 3, 4. Jó, most egy picikét kifelé a térd, sarkat így befelé. Ez az, rogyasztunk. Még egyet, jó. Lehet egy kisebb terpesz, kisebb, és most megpróbálunk szinte leülni, még ugolást végzünk, az a szép, hogyha a lábunk, a combunk, a fenekünk egy ilyen derékszöget csinál. Megpróbálom megcsinálni, tehát lemegyek, egész ennyire mélyen, 1, 2, és ott, aki tudja, az nem is kell, hogy fogja a csípőjét, kiteszi a kezét. Lejjebb, úgy beült szépen, olyan, mintha leülni egy székre, kicsit mélyebben, és egy utolsót. Na most, hogyha ezt jól csináljuk, elég, akkor lehet érezni, hogy a combunk, a feszítő, a hajlító, meg a fenekünk is keményebb lesz és erősebb. Most egy picikét üljünk le a székre. Üljünk ki a széknek az elejére, nyújtsuk ki a lábunkat, és egy kicsit nyújtogassunk, ez egy kis hasizom. Páros kézzel megfogjuk a cipőnket, 1,
utána a másik cipőnket, akinek nem megy, addig nyújtózkodik, ameddig a keze leér, ha csak a sípcsontjáig az is jó, ha csak a térdét tudja, természetesen az is megfelelő. Csak mozogjunk. Próbáljuk azért megérinteni a cipőt, úgy. Mind a két kéz megy lefelé. Nagyon jó. Jó, és most középre előre. Itt megérintjük a talajt. Egy. Ügyes. Kettő. Biztos mindenki törekszik erre. Három. Négy. És öt. Jó. Visszaülünk a székre, kicsikét helyezkedünk egész a szék támlájához. Következő gyakorlat. Egyik lábunkat fölemeljük előre nyújtva, és letesszük. Másikat nyújtva, letesszük, és próbáljátok a lábfejeteket így lefeszíteni ilyen spízbe, tehát így. Jó, vissza, másikat, és ezt megcsinálhatjuk 6-szor, 8-szor. Mondjuk ez a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik. Fölemelem a térdem, és így kifordítom, és visszateszem. Térdemelés, a csípőmet kicsit kifordítom, vissza. Ez az. Még egyszer emelem a térdem, kifordítom, vissza a talajra a lábam. Még egyszer. Na, még egyszer. Jó. Páros láb, ez egy kicsit nehezebb lesz. Megkapaszkodsz, és páros lábbal, hajított térdel emelgetjük föl a térdeinket. Ha jól csinálod, akkor érzel egy kis feszülést a derekadba, de ez a hasadra nagyon jó. Tehát lehet így a hasat edzeni, izmosítani, kisebbé tenni, aki azt szeretné. Csináljuk még ebből legalább egy 15-20-at. És elég. Kezünket föltesszük a tarkunkhoz, és csinálunk forgatásokat. Egy, kettő, egy, kettő, tehát az ülés az maradt szépen, maradtok ülve, hanem a felső válunk, a könyök, tulajdonképpen a könyökünk vezeti a mozgást, forgatjuk, és egy nagyon picit lehet gyorsabban, egy, kettő, három, négy, forgat tovább, nagyon szép. Egy, kettő, három, négy. Húzza ki magát, emelje fel a fejét, nem görnyedünk ki, egyenes háttal, és a könyök vezeti a mozgást. Na, még egy picit gyorsítsunk rá. Egy, kettő, három, négy. Egy, kettő, három, négy. Jó. Letesszük a kezünket. Nagyon jó. Nyújtva a kéz, és egy kicsit így mélekintázunk. Egy, nyújtva az ujjainkkal talán meg is érinthetjük a talajt, egy picit. Elhajolunk szépen, próbáljuk megérinteni még egy kicsit. És elég. Megtörténtek a gyakorlatok, de hát persze minden bemutatón, illetve edzésen, levezetéssel, levezető légzőgyakorlatok szoktunk befejezni a gyakorlatokat. Mindenki üljön szépen a széken, kezdjük, jó? Orron keresztül beszívjuk a levegőt, és ilyenkor megemelkedik a mellkas. Legyen folyamatos levegőbevétel orron keresztül. Utolsó. Jó.
egészségetekre.